Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Negyed sziasztok! Hello! Meg ki is egy százas? Hát figyelj! Éhes a malac, éhes a malac, éhes a malac! Éhes a malac! Tök vidában beszélgetek a Lacival, a gyerekek, mindenféle cikkekről, meg minden, erre rájövök, hogy ment ez a dal, és az a rövid openerünk, a nem az éneklős, és az alatt már nem érek be. Hát, itt egy 9 perc. De szépen magyarázz! A gyerekek, gyerek, ja, és egy beszáll. És akkor ez 200-100. Hogy nem, 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 nem kaptok 200-at kaptok, mert nekem a kés és nem pénz azért. Az neked pénz. Nekem a tiltó listámon a jaj gyerekek van, és a... Megáll az eszem. A múltkor, ahogy vettem föl a játékot, és egy másodpercet késtem az opener után, mert a hallgatói játékot vettem, nekem is be kellett. Az téves dobás. Hát neked nem az van a tiltó listádon. Hát nem az van, de te mondtad, hogy dobjak én is. Azt nem biztos nem, azt a Jani mondta. A francokat. De nem mondtad azt, hogy ne dobjon. Azt nem mondtam, hogy ne dobjál, de én nem kényszerítettelek dobásra késés miatt. Egyén. Azért kell dobni, ami a tiltó listádon. Aha. Egyén röfi. Neked más van a tiltó listádon. Egyén röfi. Aha, hízik már a kicsi. Hízik már, ha nem lopnának itt, na mindegy, szóval, hogy egy páran azért ezt ilyen kávéautomatának nézik, ezt a kis röfit, úgyhogy most igen, már visszük magunkkal. Apanásnak visszük magunkkal, igen. Visszük magunkkal, aztán majd karácsony környékén kiderül, hogy hát ha fel tudjuk, akkor még emelni, mert lehet, hogy egy ilyen kis, hogy hívják, ilyen kis béka kell majd hozzá, tudod, hogy behozzuk a stúdióba, azt beldobálgassunk. Egyébként tényleg, alakul. Na, kit hol kapott el a vihar? Mi volt ez tegnap? Mondták ezt? Mondták, hogy lesz egy kis eső. De mondták, hogy ekkora vihar lesz? Nem. Azt nem mondták, jeget sem mondtak. Mi kérlek szépen az óvodában álltunk, mert a lányom elballagott tegnap délután, és de hála a jó Istennek, hogy negyed órával korábban odaértünk, ugyanis úgy jöttek anyukák és apukák, hogy csüdigázva, szegény, úgy nagyon sajnáltam, mert azért csak készülsz. Persze, egy kicsit ott, fölöltözöl egy picit, hát figyelj, virág. Talán reggel beszéltünk, hogy ugye összehasonlítgattuk a különböző időjárási appeket, és akkor Balázs mondta, vagy mutatta sajátját, amin ugye végig az egész hétnapos, az enyém, meg még az előző héten volt egy kis ború, meg zivatal, meg ilyesmi, de hát ezt senki nem mondta. Ugye küldtem át egy képet a Vikinek, amit ki is posztolt, hogy ilyen kis formás kis jégdarabocskák estek. Ezt te csináltad? Igen, igen. A jeget? Nem, az euró. Az nagyon kemény. Az, tehát ugye elég durva volt így a méretarányok miatt, csak hogy látni lehessen, hogy mekkorák voltak ezek a jégdarabok, oda raktam mellé azt az eurót, amit Balázsnak felváltottam, azt hiszem 250, egész jó volt. Isten tartsa meg jó szakásodat. Szóval, hogy brutális volt, brutális. Ráadásul nálunk a terasznak a teteje az egy ilyen műanyag tető, olyan volt, mint hogy kaptunk volna egy szőnyegbombázást. Én nem tudom, én nem akarom őket bántani. Lehet, hogy volt riasztás különböző megyékre, volt. De én nem tudom. Vagy reggel, tehát ez elég sok a nap elején még hallunk. Nem, de szerintem ilyen elsőfokú riasztás biztos, hogy volt. Hát azért ez egy nagyon nagy zugi volt. Emlékszem, hogy sárgult az ország. Igen? Tehát kiadták? Igen, volt. Mert hogy hát azért itt, én nem tudom. Csüdigáltak az autók a Budapesten, tehát tengelyig álltak, és mondom, az óvoda udvarán lehetett volna lapátolni a jeget. Mi szerencsére mondom, már odaértünk, de rommázott emberek, és nem ám, hogy oké, leszakad egy kicsit az ég, ilyen könnyű nyári zápor, hát nemünk estig szakadt az eső. Kinézlek, hol az autó, rögtön telefonáltam. Mondom, hol vagy? Ugye tető alatt állsz? Az autó? Hát szerintem rengeteg autót elvert. Az biztos. Nézegettem fönt, a mindenféle portálokon voltak videók az ország különböző pontjairól, mindenki fölvette, hogy ott éppen mit csinált a vihar, és azért láttam parkolautókat, amik kaptak egy olyan izét, egy olyan ösztüzet, sortüzet, golyózáport, hogy ott azért, ott ilyenkor mit csinál a biztosító? Fizet? Hát attól függ, milyen a kaszkód, attól függ, hogy milyen típusú kaszkód van, nem tudom. Elvileg szerintem ez belevehető, persze. Kérdés, hogy a jég az most milyen kárnak számít, hát a biztosítókat azért nem kell félteni, mindig kitaláljanak valamit, hogy ne fizessenek, de szerintem igen, hát nem tudom. Talán lehet, hogy nem.
Volt már egyszer példa, talán soha, nem tudom, határozottan nem érzem. Igen, de most nátok tényleg nincs a kocsiba egy ilyen jégvédő. Figyelj, az volt az első, hogy megriadtam, hogy kirátottam a nappaliban a dohányzó asztalról a szőnyeget, hogy kirahanyak vele, és ráterítsem az autóra, de mondom, nem volt ott az autó, mert közben a nejem elment vásárolni. Milyen dohányzó szőnyeget akartad ráteríteni? Hallod, én bármit ráterítek, hogy így érted, hogy ne legyen behorpadva a teteje eleje. Ki lehet újra húzatni a jégkárt? Hát az ilyen pici, de az is szép, hogy hengereléssel lehet csak, nem? Vagy nem hengereléssel, van egy vákumos megoldásra, egy ilyen kis csövet rá, raknak gumi a perem, és akkor megköpölyözik az autót? Pontosan köpölyözés. Vagy WC pumpával egy ilyen. Hát az otthoni, verzió az. Na minden esetre nagyon-nagyon súlyos volt. Náluk is ilyen tavacskák voltak mindenhol. Állt a víz rettenetesen. Mi otthon ér bennünket, és több hullámban jött. Tehát jött egyszer egy, mit tudom, egy délután 5 körül, véget ért, és utána 7-8 körül egyetlen egy előnye volt, 2, nem kell locsolni, ugye? Hát azért azt jegyezzük meg, megint nem kell locsolni, megúsztunk megint egy napot, és lehűlt a lakás 28 fokról, ilyen 20-25-26-ra, kereszthúzat azonnal, mindenki lobogott a haja, de hogy ilyenkor azért egy pár fokot visszaesik a házacska, ezt én szeretem, és hát, hogy tényleg nem kell locsolni az. Most már elkezdem összegyűjteni valahogy, csinálj egy rendszert, csak nem tudom, hova építsem ezt a rendszert. Hát nézd meg. De mi a esővízgyűjtő? Igen, valahogy akarok csinálni. Egy esővízgyűjtő, amit aztán átvezetek valahogy majd a locsoló rendszerre. Ja, úgy értettem, hogy egy működő demokráciát valahol összehozom. Azt ebben az országban egyre ezebb lenne, hogy látom majd a fejleményeket, de... Az a lényeg, hogy fekete hordót, olajos hordót szerezzél hozzá, mert akkor tudtok tusolni is, mert lesz meleg víz. Az nagy klasszik. Tehát nem csak, emlékszel, az összes ilyen hétvégi telken az volt. Imádtam. Kiment 4 darab 3 méteres ilyen karóval, azokat leásta föl a hordót a tetejére. Jó kizuhany. És zuhany, egy dolog nem volt még megoldva, ugye a víz belevezetése, mert elfelejtették levágni a hordónokat a tetejét, ahol egy 5 centis luk volt az egyetlen bejárat. Hát meg kellett hordani, tudod. Na, csak a tegnapi esővizet összegyűjtött, hát mi mennyiségű csapadék zuhant le, hát abból utána egy hétig locsolsz, hát ez milyen jól lenne, csak sajnos nem ebben a szellemben épült a ház, de utólag ez meg már így azért nehéz van bevezetni. Eresz van? Van eresz. Van olyan része az eresznek, ami lefelé vezeti a vizet? Sok olyan eresz van, a legtöbb eresz azért az olyan, hogy lefele vezet. Hát fölfele vezető, körbe van, Igen. És na, ott középen, ahogy megy lefelé a izé, igen. Fogsz egy kalapácsot, és így belevágsz egy irgalmatlan, majd lesz egy luk. Igen. És oda egy ilyen kis tálcát benyomsz, és alá teszed a hordót. Meg vagy. Nem fog jól kinézni. Igen, nem fog jól kinézni. Balázs, a tegnapi esőben, hogy te 5 percenként húzza oda a hordókat, mert hogy ez elég sok hordó megtelt volna. Sok hordó megtelt volna, tele lennénk esővízzel, igen. Azt írják a hallgatók, hogy ha elemi kár van a kaszkódban, akkor fizet. Az akkor fizet, hogyha belevetetette azt pluszba, és akkor plusz nem tudom mennyi a havidíja, de annyival több, akkor fizet neked a jég kárra. Csak azt igen tudom, hogy azt valahogy pluszban vagy vele kell vetetni, vagy be kell x-elni, vagy kérned kell. Az kicsit megemeli a havidíjadat, de kérheted. Rádül egy fa, vízkár, tűzkár, igen. Így van. Neki esik egy részeg. Csodálom, azt hogy nektek ez nincs. Mert a szél neki fújja. Csodálom, hogy ez nektek nincs bekötve, tehát így nem úgy kötöttetek kaszkot, hogy X, mindenre. De így kötöttünk, benne kell lennie. Hát akkor meg mit akarsz? Biztos vagyok benne. Jó, de attól még szőnyeget ráteríteni. Attól még a régi reflexek működnek. Egyszer elverte nagyon csúnyán még a kis altónkat. A jég. A kis altótokat? Aha. De mi nem csuktátok be? Ja, mert ott az ablakkal voltunk elfoglalva. Azért. De elkezdett csukjátok be az altót, és akkor nem lesz baj. Annyira meg voltunk lémülve. Meg kell csukni ezt a rohadt altót. Hát miért van az a házon? A kis altót? A kis altót, és... De ez mint Volkswagen altó, vagy mint a kis autó? Suzuki altó. És ugye, akkor negyedikkel laktunk, és mire leértem, a szőnyeggel, hogy ráterítsem a tetejére, addigra meg elállt, hogy adjon meg. Úristen, de ez annyira proli szőnyeget teríteni az autóra. Hát de ez kevesebb de mi mit csinálta volna? Feri rá tud feküdni hosszába, érted? És van semmi baj, nem lehet. Inkább a testemet! Nincs elég bajom! Nem, én beállok a garázsba, tudod ennyi? Szaladsz le a negyedikkel a perzsa szőnyegről, vesz a szőnyegről a hónod alatt, tehát az kicsit csak egy kigurítod, és akkor ráteríted az autóra, hát elég szockó. De bírom. Hát de figyelj, de megvédem. Semmi, hát
én is álltam mindig garázsba. Ilyenkor imádkozó, hogy ne legyen jég. Nem, soha nem legyen. Jutott eszembe felszedni otthon a padlószőnyeget, amíg anyám még náltam, hogy leborítsam a kis polckit. Szegény ember vizzel fel. Miért nem teríted le mindig, amikor beálltok? Mit? Miért nem teríted le mindig, amikor beálltok? Mert bármikor jöhet egy nem tudom mi. Azt például tudtad, az van, hogy most már van kocsi beállott, tehát az fedett. Úgy terveztük, vagy úgy találtuk ki a kocsi beállót. Most már nagy vonalú. Ez egy forra, igen, ez egy forradalmi újítás, én úgy érzem, hogy fedett. Aha. és akkor nem kell, már nincs erre szükség, de mondom, most nem volt otthon. És hát nekünk nincsenek olyan lehetőségek, mint például Fekete Lacinak, hogy az élére borítja az autót, hogy ne érje a tetejét a jég. Pont most láttam tegnap, hogy vannak ilyen mobil, nem garázsok, hanem ilyen mobil autóbeállók. 40-50 ezer forintért, 4 rúd, leteszed, fölépíted a tetőt, mint egy ilyen sátor, és ha nincs garázsod, de van helyed, mondjuk a kertben, akkor ezt be tudsz aláállni. Az jó. 40-50 ezer forintért lehet venni ilyen mobil. Nem mobil garázs, azért, hanem ilyen, azt viszed magaddal a mobil. Ilyen mobil autóbe, tehát te összerakod rudakból, megépíted, csak az ott azt áll, és te beállsz alá. Azt a szél nem rakja aljába egy megyével, hogyha esetleg fúj. Hát akkor kiszaladsz kapaszkodni balodon a perzsaszőnyeg, és fogod a mobil beállódat. És akkor... és nagyon lebegsz a szélben. Tehát egyszer a szél van, és jég, az neked nem jó, mert akkor el is fúj, meg jön, meg a jég is elveri az autódat. És akkor felhív éppen Móni, és akkor ön kérdezi, hogy hol vagyok, és akkor mondom, hogy most vecsés, ülő! Gyál! Szörnyű egyébként tényleg. Na jó, hát reméljük senkinek nem lehet baja. Igazából itt a nagyvárban. Én láttam egy autót valahol, nem tudom, valamelyik aluljáróban, ami elsüllyedt. Egy ilyen fotóösszállítást a viharról. Itt talán az Egér úton, vagy a Szerémi úton valami aluljáróba ment be, és a kocsi így fejreállt. Hogy most ott akkora víz állt meg, vagy valami gödör keletkezett, és abba az autó beleesett, nem tudom. Mindenesetre azért az nagyon kemény, hogy ott ül a gyerek mögötted, becsatolva, és kettő szabad is, és ússzatok ki hirtelen. Mert belementél egy aluljáróba, és azon belül egy gödörbe. Hogy? De akkor ki most az aszfaltot is, és ott megakadt szerintem, a kocsi. Szerintem annyi víz állt meg hirtelen, hogy az autó belement, és valahogy maga elsüllyedt a kocsi. Ez nem újdonság tőle, amikor a vízelvezetők még nincsenek bekötve egy aluljáróban. Azért ismerünk mi is egy ilyen aluljárót. Tehát, hogy azért simán előfordul, meg hát olyan mennyiség jön, hogy adott esetben nem is tudja elvezetni a csatorna. Hát az meg a másik, igen, hogy erre nincs felkészülve. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink. Működik az ürömi körforgalom, jöhettek szobor avatása, dorka. Micsoda? Nem mond már. Nem hiszem. Nem mond már. Nem lehet, hogy ezt csak úgy megnyitották. Nélkülünk? Úgy, hogy nem szóltak? Kikapcsolták a lámpát? Ja. Aha. De még nem működtek át a körforgalom. Ma ígértük, hogy fejük a Lopernanit, úgyhogy rácsörünk, hogy mi. Igen, de máshol. Nem ér rá. Hogyha nem ér rá. Nem ér rá, mert máshol kell szót vinnie biztos. Mi is furcsálódtuk egy picit, de nem ér. Ott áll az ürömi körforgalomban is irányít. Ezt írta vissza, hogy nem ér ma rá, holnap ér rá. Igen, azt nem tudom, hogy egy szóvilágnak egyébként mi más dolga van, mint a szót vinni. Értitek, ugye? Valahol, ahol mondjuk hallgatják egyszerre másfél-két millióan. Nem ér rá 7-től 10-ig, hogy 5 percben elmondja nekünk, hogy mi van az ürömi körforgalomban. Mi csak az információt adjuk át, amit kaptunk. Köszönjük annak a BKV buszosnak, aki a vihar kellős közepén leszállította az utasokat a Hungárián, mondván nem megy tovább, mivel nem tudott 5 percet várni, így szegény feleségem jókora puklit kapott, mert egy jégdarab fejbe vágta. Hát igen, sajnos a buszosokból néha hiányzik az empátia. Azt mondja, hogy jégkár, így van, az bele kell vetetni a kaszkóba. Trabi írta nekünk, köszönjük szépen. Engem is tedibe kapott a vihar, mert munka után már elintéztem pár dolgot, amire megkértek, brutál volt, otthon elment az áram a vihar miatt, viszont hűvösebb volt a lakás, és nem kellett locsolni. Gyerekek, zuhanyoznom se kellett, kint ez megtörtént teljes mértékben. Hiába, szép az élet, ha zajlik. Kimész zuhanyozni, hogy ne kelljen? Aha. Azt tetszik. Fogod a kis tusfürdődet, kirohansz, beszappanozod magad, lemos az eső, és visszamész. Csak az a baj, ezekkel a nyári záporokkal érted, hogy lehet, hogy bekerengeted magad éppen habzol, mint az állat, kimész, ezt elláll. Ezzel hát, nem az a baj, Jani. Ezzel nem az a baj. Ezzel az a baj, hogy ne zuhanyozzál a szabadban esővíz alatt. Nem ér. Hogy? Mi? Kimész a panellen, lemész a térre, és a játszott ilyen mellett lezuhanyzol. Nem áll. Ez nem az a baj, hogy eláll az eső. Ebből az a baj, hogy ez a fajta élelmesség, ez nagyon is bejön. Szörnyű, hogy ebbe az a baj, mi van, ha eláll az eső. A fürdőnadrágban lemegy, átszott. Szerintem meg zseniális. Hát ér. Tehát az ember ott spórol, ahol tud. Jó, ne, de azért ez már a szarrágásnak a retorája. Ha azért mész meg kaland, az jó, de azért mész, hogy megspóroltam, anya, ma megspóroltam a fürdővizet, lezuhanyoztam a játszótér mellett, vittem tusfürdő, nem át, azért ennyire ne legyünk már, nem? Tehát azért... Szóval értem én, hogy király, spórolni kell. Tessék? Ne hallgass rá. Atya, úristen. Sopronban végig sütött a nap, Szabolcs. Küldte nekünk. Itt most heregolyó nagyságú jég esett a 6. kerületben. Délutáni pihenésben arra keltem, hogy valaki dobálja a házat, de csak jég volt. Szatyi. Küldte nekünk. Köszönjük szépen.
Bali, köszi a sorozatot. Tegnap éjszaka gondoltam, megnézem az első részt. Hajnali 2:30-kor végeztem, az eddigi 4 részsel nem tudtam abba hagyni, már alig várom a következőt. Zozi küldte ezt nekünk. Így van ez a Wainward Pines nevezetű Matt Dillon sorozat. Egészen jónak ígérkezik. Night Shyamalan, Suimalan, Shalalala, a producere, aki azért ilyen spirituálisabb, vagy ezoterikus, vagy mi ez? Az. Hát te vagy a szakértő, én most ne ugassak már be. Nem tudom, hogy milyen filmeket, csak hatodik érzék, tudod, meg ilyen borzongós, vélős, szellemes filmeket csinált. Az és izgalmas. Ő ennek a nem tudom milyen. Na és sose hallgatok rá többet ilyen film, meg sorozat, meg tévéügybe, belenéztem tegnap ebbe a rohadék szelfibe. Mert hogy néztél bele? Úgy, hogy itt voltunk Pesten, itt maradtunk, és itthon van televízió. De adták, ismételték? Nem, az minden nap megy. Ez napi sorozat. Ja, ez napi? Hát én tegnap láttam a RTL-ket. Akkor hétfőn újra megnézem. Én azt hittem, hol láttam a moziba? Nem, hétfőn láttam, én azt hittem, hogy ez hetente megy. Ez napi sorozat. Hát én olyan rosszul lettem, mert ezek saját kézből kameráznak, és azt látod, hogy így megy a kép össze-vissza. Nézzétek meg, aki akar egyet rókázni este lefekvés előtt, így belenézel, annyira idegesítő a sorozat. Hogy annyira idegesítő? Annyira. Hogy miért nem lehet, vegyenek, nincs pénzetek egy rohadt operatőrre. Mindenki viszi magával a kamerát. Hát Zsigmond Vilmos most pont nem ért. Nem ért, gondolom azért. Sajnos nem mondott erre a produkcióra. De a Puzsér jó. De nem lehet, hogy csak régen láttál már ilyet, és elszokott a szemben. Ezek a kézikamerás dolgok 20 éve vannak már moziban. Nem járok moziban, te is tudod. Utoljára, mit tudom én, láttál, nem tudom milyen filmet, és az ott nagyon fixek voltak, és akkor ezért elszoktál. Mert azért a Casablancában nem volt még ilyen. Kezdem felgöngyölíteni a szálakat, kezd az ideglelése, az se túl régi film. Még, de mondjuk ez azt nekem a színek is megleptek, hogy nem fekete-fehér valami. De egyébként jó a koncepció, csak nem nagyon tudom még, hogy ki kivel van. Ne törődj vele. Majd összeáll. Nem sokára a vége. Már vége is van, most kezdődött, ne üjéskedj tegnap előtt. Tegnap nem láttam, én azt hittem ez heti. Azt hittem ez heti lesz. Jani, amire összeszeded az oknikat, eláll az eső. Igen, ugye ír a hallgató, közben nézzük itt a mokkát, hogy tényleg baromi nagy zuhi volt. Lehet, hogy mutatják az elsüllyedt autót. Nézhetem volna össze az oknit. Hát, hogy kimész-e ilyenkor viharba esőt, ez oknit mosni, ezt kérdezi a hallgató. Hogy... Figyelj, ami után észrevettem, hogy nincs ott az autó, gyorsan felszaladtam, hogy hívják, az a szennyes kosárhoz, és levittem mindent. És aztán kidobáltam az esőbe, hogy nekem beáztatni a viccelt. Na ezért mondod, de miért nem csinálod, hogy kirakod a szennyes tartót az esőre, beleengedsz egy kis flóraszeptet, és hagyod, hogy ott habzon, elmosd az esőt, és a végén kiteregetsz, hát meg vagy. Az a baj, hogy nagyon kemény ez a víz, úgyhogy mindig kell mellé dolgom egy kis vízlágyítót is. Igen. Egyébként írja a hallgató, hogy csak humorból írta. De nem már! Ott most rendesen zuhanyoztam. Na ez a beszéd. Most nem kell rögtön visszavonulat folyni, csak azért, mert itt vagy Balázs nem értékelte. Vald be nyugodtan, ez semmi gond nincsen vele. Nekem ez nagyon tetszik, nagyon szívadik. Van bele gond, több gond is, úgyhogy örülök, hogy csak humorizáltál. Mindenki ott zuhanyozzanak ádban, jó? Nem köszön letenni túlsürdővel. Jó, hogy nem mész bele az izébe. Mi van ott a Városligetbe, a tóba, az állatkertes szembe? Hát miért nem ott csónakázó tó? A csónakázó tó. Én láttam ott fürdeni. Hát vannak bármát, bement, lerakta a kis cipőt, fogta a szappant, és ott fürdött. Mondom, haló, ember, hát itt mások esznek. Hol a tóban? És érted, ott fürdött a család. Hát azt mondom, azért ez picit erős. Hogy állunk játékkal? Jól. Egy-egy. Jól. Nem rosszul. Egy-egy. Mondom, egy-egy. Van tihanyi vízhang, megmutassam? Bori, tihanyból. Bori, a hírek után, ha még ott vagy, akkor visszahívunk, jó? És akkor mutathatsz egy tihanyi vízhangot, csak akkor maradj ott, ahol vagy. Jó? 3-4 hét után akkor gyorsan visszahívunk, és mutathatsz egy vízhangot nekünk. Lehet jelentkezni játékra, jó, ha valaki szeretne velünk játszani, írjon SMS-t, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3-4 hét múlt, pontosan 4 perce, jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk. Azt mondja, nem? Hogy Solymán, Osan, Üröm, Élák, 10 perc. Azt a mindegyik. Átadták a körforgalmat? Mondj erről valamit, Ákos. Nem adták még át, július 3-án. Az úgy! Jó, tessék, olvasom. Akkor július 3-ára tervezik a végleges átadást, viszont a már nem jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Hanem? Ez az út. Elromlott. Semmi, kikapcsolták, és lehet menni. Lehet szépen menni. Lehet, hogy ennyi volt a titok, érted, hogy ne legyen lámpa, és az emberek megoldják. De nincs lámpa, de még nincs körforgalom? Van lámpa, csak nincs bekapcsolva.
De nincs, hát a körforgalomban nincs lámpa, az az értelme. De azt mondja, hogy kikapcsolták a lámpát, hát, tehát kellett volt lenni. Hát eddig volt, ezért de én nem. De én nem. De Feri, ha majd visszahallgatod ezt a megszólalást, pont ezt mondtam. Hát de eddig volt lámpa, most kikapcsolták, azért csinálnak körforgalmat, hogy ne legyen lámpa. De a lámpa van, csak ki van kapcsolva. Akarjátok hallani 2,5 percben az egész sorit az útinform.hu-ról, gyerekek. Június 9-én a kedd délutáni csúcsforgalomban, azaz tegnap már nem kell jelzőlámpás forgalom irányításra készülni az ürömi körforgalomnál. Ez így kezdődik a hír, fönn van az útinform.hu-n. Azt mondja, hogy Üröm és Budapest irányában szűkített forgalmi sávon, de már a teljes körpályát igénybe veheti az autósok. Tehát van körforgalom, csak kicsi. Tehát kis körforgalom. Szűk, kis picike. Szűkített sávon. Aha, hát jó. De a 10 perc az 10 perc. Gyerekek, 10 perc. 10 perc. De mennyi pontosan? Az a szó, amit kerestek, ti ürömiek, köszönjük. Írták, beszéltem Roxival, jó reggel nektek. Ezt keresték. Mert meg is találták. Ezt a szót keresitek, hogy közi Bali. Ügyétek el a 0-76-45-00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 -
kerestek. Hmm. A köszi. A hála szava. Gyerekek, ez nagyon nagy dolog. Ennek jó. örülök. Ennek ez örülök, jó. hogy végre valami jó dolog is történik ebben az országban. Hogy átadták a körforgalmat. És Lopper Dani ma nem tud nyilatkozni. Egy szóvivő, akire annyi elfoglalt, hogy nem tud nyilatkozni. Értitek, micsoda ellentmondás? Hogy nem tud megnyilvánulni, mint szóvivő. Tehát annyira dolgozik, hogy nem tud nyilatkozni. De hát a szóvivő. Tehát a szóvivő lényegi munkája az, hogy nyilatkozik. Vizet lapáttal a pilisvörösvári aluljáron. Mindegy. Drága ürömiek, solymáriak, használjátok egészséggel, gondoljatok ránk, amikor áthajtotok, és egy picit suttogjátok el a nevünket. És a szó, amit mi kerestünk, a szívesen. Nincs óra tízesen az ürömi lámpánál, solymár után viszont állnak a kocsik, szerintem már csak megszokás volt. Csaba, biztos, hogy csak megszokás. Tehát ott már lehet gyorsan menni, ott mindenki lassít, mert megijed. Na játszunk egy jó kis játékot, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Emese! Emese? Kinek szeme? Emese. Honnan hívtál minket, Emese? Igen? Budapestről, Lőrincről. Ó, trúszám, lehet ezt mondani? Komolyan. Lehet, ezt most már tényleg nem. Elég. Kivel játszanál, Emese? Gondolom, Janival. Janival. De aranyos vagy, mi Lőrinciek tartsunk össze. Hát indítjuk is az órát. 3-2, tessék. Emese, szoktál Janik. Mosni első vízzel? Szoktam, igen. Jó? Ott a vége! Most akartam átadni frissen szerzett tudásomat, hogy az esővízzel az egyik legvágyabb, és ezért tökéletesen alkalmas a mosásra is, mert írták, hogy hibbant vagyok. Ügyes vagyok. Hát, Emese. Ez nem volt hosszú. Így szokott lenni, nagyon izgultam. Hát ez van. Izgult? Mit dolgozol egyébként? Egy kereskedemben dolgozom. Szőpénztáros vagyok. Igen, egy olyan üzletben, ahol német magyar krémet lehet kapni, és előszeretettel tesszük. Úgy van. Tehát a főpénztáros az ő áll a legfőbb pénztárnál, vagy ő a pénztárosok főnöke? Vagy ez hogy van? Nem. Én általában a pénzt, amikor behozzák, én számolom le, én küldöm el a váltót, és rajta vagy, megy át a vagy ő a főpénztáros, tehát a nagyobb címletű bankjegyeket ő tárolja. Ő tárolja, igen. Hát, jól van. Ez nagyon csúnyan elvireztem. Senki nem mosa le rólam, hogy megbeszéltem egy Lőrincivel. Ezt nem. Minden Lőrincinél arra fogok gyanakodni, hogy benyomtad valamelyik rokonodat, hogy tudjanak játszani. Úgyhogy nem adunk ajándékcsomagot rokonoknak. Így jártam. Köszi a játékot. Én köszönöm, sziasztok. Szia. Hello. Hát, szép volt. Srácok. 2-1, jó vagy. Szatyi írja, köszi srácok, igaz, hogy Zágrába tartok, és a lövésem nincs, hol van az a körforgó, de köszi. Szatyikám, nagyon szívesen. Szatyi, a dolgozó népet szolgálj. Menjél Zágrába, így van. Azt mondja, minek örültök, majd fizetős lesz a körforgalom. Ne. Csak nem. Na jól van, használjátok egészséggel, jó? Menjetek a Morning Show sugárúton, a tízesen, ami az araszolásból egy sugárút lett, egy avenue, komolyan mondom, lehet rajta hasítani, és élvezzétek. Így és szóljatok, van. Hogy hol van még probléma, ráállunk, megoldjuk. Ennyi. Ennyi. Rövid idő volt, egy 2 év, de megvan. Itt 2,5 év alatt, de megcsináltuk, megoldottuk. Jó, na. De bevándorlok, ne. Jó?
Jó. Ne vegyétek el a körforgalmat. Ne vegyétek el a körforgalmat, igen. 5 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a Klasszon Morning Show, és hát borult az idő, de állítólag ma már sehol nem lesz olyan nagy vihar, mint tegnap. Jön a jó idő, délben kisüt a nap, ország szerte, és mindenhol szikrázó napsütés lesz. Olyannyira, hogy 30-31 fok, sőt, mi több, szombat, vasárnap 35 fok, vagyis igazi kánikula. Az lesz. Az lesz, igen. Aminek mi itt örülünk, azt Kánban ugye összeszedik. Ez a kánikul. Hát, így van. Itt mi napozunk, Kánban összeszedik. Igen. Ugye ez a közös bennünk. Legalább ilyen kötődésünk van. Úgyse jutok el a sok. Úgyse jutsz el, hogy ott legyen sok kánikula, itt pedig legyen jó meleg. Igen. Ezt kívánjuk a kániaknak. Figyelj, azért érted. Ott is azért vannak rossz filmek. Vannak. És a filmkritikusok így nevezik. Na, ez egy jó nagy kánikula volt, amit itt bemutattak, igen. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Mikor lesz egy jó kis Nickelback, kérdezi valaki? Remélem soha. Uh-huh. A 10-es úton utazom, eddig mindig hallgattam a Fekete-fehér igen nevet. Owen bácsit most, hogy korábban beérek, lemaradok Owen bácsiról. Mi lesz feldolgozni, nem tudom. Csodaszép napot mindenkinek, bumi küldtenek. Elküldjük MP3-ba. Bumi, ne menj be addig melózni. Ülj a kocsiba, nem? Újságot átolvasod, még közben rádiózol. Azt ennyi. Mór Bakoncsernyet 10 km aszfalt kéne, köszi. Üdv, intézzük. Laller. Intézzük, mondtuk, hogy írjátok meg, hogy mit tudunk segíteni. Intézzük abszolút mindent, amit tudunk. Megoldhatnátok Cegléden a Budai út felújítását is, ez úgynevezett régi négyes út, kb. 10 éve húzódik az ügy, előre is köszönöm. Cegléd, Klassz FM helytartója, alias Ede. Tartozom ennyivel a városnak. Aztán az M0-áson az 5-ös út kihajtója előtt 6 rendőrautó és egy kisbusznyi bevándorló az M1-esen üldözi egymást. Ezt Zoli küldte nekünk. 8 rendőrautóval mennek a menekültek után. Uh-huh. Csak, de akkor kiőrzi a plakátot? Hát ez az. Hát meg nem. Miért nem olvassák el ők is? Nehogy baj legyen. Meg nem olvassák a plakátot? Hát. Azt szerintem ez egy összehangolt akciója a bevándorlóknak. Ezek elterelik a figyelmet. Ők megjönnek át. Így van, és közben ugye őrizetlenül maradnak a plakátok. És megpróbálják lefordítani őket közben. Jaj! Na, most majdnem kimondtam, nem mondtam. Humorizálunk, de kínunkban humorizálunk. Ja. Kínunkban humorizálunk. Szóval, hogy azért ez egy szörnyű. Szörnyű dolog ez az egész plakátügy, csak mi annyi mindent gondolunk erről, meg annyi mindent tudnánk mondani, de nem foglalkozunk politikával. Ez ugye kérdés, hogy mennyire közügy, mennyire politika, a kettőt szét tudod-e választani egymástól, el tudod-e választani tényleg a közügyet a politikától, mi számít ennek, mi számít annak, beszélhetnénk róla, de nem foglalkozunk vele. Jobb hát tulajdonképpen a kampány az azt sugallja, hogy ez közügy. Hát igen. Tehát, hogy elvégben beszélhetnénk is róla, de hát. Körforgalmat bárki tud építeni. Kezdjétek el a GDP-t növelni. Köszönjük. Jó, most tényleg már, majd az a következő év. Majd azt is fogjuk. Most az utak. Csak vasárnap ne legyen zárva a körforgalom. Ennyire szellemes duha. Csak figyelj, vasárnap ne legyen zárva a körforgalom. Hát, majd ott dolgozik a tulajdonos. Hát, vagy építsünk a körforgalom közepére egy kis kápolnát. Ja, és az akkor már ugye nagyon jó. Igen. Bali Feri Jani, köszönjük, Lali Debrecenben. Nagyon szívesen. Solymár Osan, 6 óra 27 perc, ürömi körforgó, 6 óra 36. Köszi Balázs Feri Jani, nagyon szívesen. Drágák vagytok, hogy így örültök. Még nem végleges, nem adták át, lesz ott még szívás, lesz ott még lámpa. Ez most csak ideiglenes, úgyhogy várjatok még egy picit, július 3-án van majd a hivatalos átadás. De minden esetre ma élvezétek, használjátok, reméljük, hogy sokáig így marad. Picit reggel ezért késett egy pár percet Balázs, ugye az első megszólalásban, hogy kiment, ezt elvágta a megfelelő kábelet. Azóta nem működik a lámpa. Igen. Jó, hogy szóltatok, hogy nem működik a lámpa, indulok visszakapcsolni a körforgalomhoz, sietek Zsolt. Sietek Lopperdani. Sietek Lopperdani, igen. Szeretük volna Danit megszólaltatni, aki ugye a közútkezelő szóvivője, de annyira dolgozik ma, hogy nem tud megszólalni. Ami egy érdekes dolog, de holnap elérjük, és megkérdezzük. Na, 50 milla guriga kéne, Kamino, Zoli és Szavi küldte ezt nekünk. Ez köszönjük. Csak neked jöhetett. Gyerekek, meccs van a Duna TV-n, úgyhogy élő közvetítés. Hova? Ezt a sutázást. Na, rajtam van a füles, ez a Hajdú B. És Kalmár gyönyörűen viszi be a labdát. Na figyeld, ki játszik, Feri? Hát a fehérek meg a pirosok, ez egész biztos. Gól! Hova? Ott! Ki? Ez ott. Az! Ismétlés van. De várj, hát azt mi honnan tudjuk, mert... Még egy gól!
Nem, ez ugyanaz, mint lassítva az. Lassítva fut a bácsi, nézd meg, milyen ügyes. Szerbiával játszik. Nem tudnak aludni, vagy miért játszanak ilyen korán? Hát ez az. Nem, szeretik. De hol játszok? Én is azzal játszok minden reggel, amivel szeretek. És te is mindig nagyon korán kezd, de a kis Johnny előbb kell egy fél órában. Azt a mindenit. Hol játsszák ezt most? És mi ez? Hát az... U20-as VB. U20-as VB. Ez honnan tudod? Meg mi az, hogy U20? És ez hol van? Ez most... A gyep? Nem látod? Kint a füvön. Ja, azért 20-as, mert rajta van 20-as szám ennek a fiúnak a mezőn. Mi az, hogy reggel 4-8-kor meccset játszanak? Ezt értitek? Vagy időeltolódáson? És valahol olyan helyen játszák, ahol mit tudom én, már tőlünk egy kicsit jobbra és előre van? Azért kezdték korábban, mert a visszafele vezető út az üremi körforgalmon keresztül vezet, és belekalkulálták már az esetleges késés. Az előbb ki volt írva, hogy Nevzeland, az mi lehet? Hát akkor Új-Zéland. Ja! Vagy Új-Zélanddal játszunk? Új-Zélanddal játszunk? Nem. Ja? Új-Zélandot. Na, egy perc, tessék, Feri, te vagy a kommentátor. Okay. Jó futball, közvetítés, levettem a hangot, tessék. A piros fiúk meg a fehér fiúk vannak a pályán, ez egész biztosan. Most azt nem értem, hogy miért U20, mert az egyiknek 20 van a mezén, de a másikon meg már 21-es, illetve a zöld kabátos férfinak mi az a FIFA felirat a hátán, de ezekkel nem foglalkozunk. Figyeljetek, faszik, valószínűleg ez lehet ugye rövidítésben. Figyeljetek, faszik, nyilván, tehát hogy rám figyeljetek. Figyeljetek, faszik, a kenőpénzt a zsebembe rakjátok, és ne küldjetek róla. És miért zöld, mert a dollárnak örülünk a legjobb. Igen. De szép megfejtés volt. Szóval így állunk, ő nem tudom miért kiabál, ő viszont feketében van, tehát nyilván tragédia történt a családjában az elmúlt időszakban. Nem ő a bíró. Júli, de gyönyörű, fogja a fejét a piros fiú, valószínűleg nem fizette be a gázdíjat, de hát náluk nincs is rezicsökkentés, hogyha ők a pirosak. Az hát azért még nem vagy egy szepesi. Szóval hát nem, haladsz, nem is történik különösebben semmi. Júj, de szépen megrúgta a labdát, most pedig a játékostársát kiabálnak egymással, miért játszik hátrafelé, miért adja hátra, a kapu amarra van, arra kéne menni, gyerekek, húzzunk bele. Azt mondja, 0-1 SRB Hun, azt a másodikat tudom, hogy mi vagyunk, Szerbia? Szerbia Magyarország, 0-1. Hát akkor vezetünk, gyerekek! Hapácska! A kommentátor végre észrevette. Nagyon jó. De gyönyörűen ível előre ez a fiú, de nem a miénk, úgyhogy már is mehetünk visszafelé. Jó, szólunk, ha van valami történés, jó? Zsuzsit most elkapcsoltuk, és nála sokkal rosszabb dekoltázsú férfiakat nézünk. Akkor nézzük, Szerbia, Magyarország 0-1. Azért nem örülök, ha nyerünk, mert akkor újabb stadionok épülnek. Lehet, nem? Hogy jobb lenne, lehet, hogy jobb lenne, ha kikapnánk. Nem? Vagy ha nem is épülnek újak, de a régieknek van létjogosultsága. Tudod, azt mondják, mondani, hogy na, ugye, hogy megérte építeni, gyerek. Igen. Úgyhogy vigyázzunk. Na, és mi van, ha ezt megnyerjük? Akkor mi van? Örülünk. Akkor örülünk. De hova jutunk tovább? Pesgőznek a... De akkor az U20, és akkor Under 20, és akkor utána mi van? Aha. 16 között leszünk. Hol? A legjobb 16 között. 16 csapat között? Aha. Az kemény. Hát, most gondold, de. Na jó. És akkor ott egy túlkoros, 21 van a mezén. Vigyétek ki, csaló. Tényleg, mi van, ha én túlkoros vagyok? Megnézik a személyemet? Hát, nem. Ebben volt valami botrány, a spanyoloknál volt, hogy ilyen fiatalítottak embereket, csak 32 volt a csávó, és berakták az U20-asba. Na, nézzük az SMS-eket közben. Jó, ha valami van a meccsről, akkor közvetítünk. Jó, hogy itt egyszerre legyen meccs közvetítés, egyszerre rádióadás. Pécsen elment az adás. Most egy horvát rádió megy. Most hogy szóljunk a pécsieknek, hogy tudjuk, ha nem hallanak bennünket, ugye? Ez egy Faraday kalitka. Egyfajta gondolatkísérlet. Tudjuk meg a horvát rádiónak az SMS számát, és küldjünk nekik egy üzenetet, hogy mondják, amit ők majd nyilván be fognak olvasni. Hogy drága pécsiek, tudjuk, hogy mi most ott nem vagyunk, tartsatok ki, valószínű becsapott a ménkű. Azt ennyi, érted, elverte a jég alatt. Egy horvát rádió megy. Aha, szivárognak. Már itt is jönnek. Ugye, nem véletlenül. Elfoglalják a délvidéket. Nem véletlen, hogy a déli határszakaszra kell figyelni, megmondták. Már a rádióállomást is elfoglalták. Jó, de jó hír is van, mert a szlovák medvék, hogy meglátták a kék plakátokat, visszafordultak. Nem hittem a szememnek. Tegnap mentem Budakeszire, és tényleg őrzik a plakátokat. Ott, ahogy Budakeszi mész át a reptérnél, ott van egy plakát, és a plakáttól 30 méterre ott állt két rendőr, és őrizték a plakátot. Nem hittem el. Az egy újtadó trafi volt. Mindenki azt hiszi, hogy a plakátot őrzik, de valójában az egy trafi. Mit csinálnak, nem tudtam, hogy sírjak, vagy nevessek. 30 méter áll a plakáttól, megállsz,
odaszaladsz és ráöntesz egy vödör festéket. Szabálysértés, meg sem veled semmi. Szabálysértés maximum 50 ezer, azt hiszem. Tehát, hogy nagyon nem tudnak. Igen, csak a rabosítanak kicsit, ez az, de hogy egyébként semmi délután csak már kiengednek. Csak a keretet nem szabad megrongálni, mert az már bűncselekmény. Igen. Ha gyorsan lefújod? Ha oda mész és gyorsan lefújod? Akkor mit csinál? Hát szaladnak utánad. Uh-huh. Aha. Figyelj, ha azt írod rá, vagy azt fújod föl rá, hogy így igaz. De várjál, hogy fújod föl úgy, hogy az eredeti feliratot eltakarod, vagy csak mellé fújsz a kékre? Hagyjatok szemetek, én kormánypárti vagyok! Nem tudom. Nem? Akkor mi történt? A belügyminisztérium azt mondta, hogy nem őrzik ezeket a plakátokat. Én látom, ott állt a rendőrautó. Ott állt a rendőr. Azért plakátot őrizni azért az a rendőri munka legalja a szegényeknek egyébként. Hmm. Hát nyilván nem tettek róla, kivezényelték őket. Na jó. De miért a leállósáv csuri volt? Vagy miért ott tudtak megállni? Hagyjuk ezt! Jó, jó, kérdeztem. Na, elmondták, mennyi a meccs, 0-1, jól. Elmondták, hogy mi számít 70 felett álommunkának. Egy holland portál időseket kérdezett meg arról, hogy ha ma lennének fiatalok, mit csinálnának szívesen. Mi a második? És nyilatkoztak holland nénik, holland bácsik, holland nénik, holland bácsik, hogy mit csinálnának ők szívesen. Mit gondoltok? Mit csinálnának ők szívesen? A hollandok? A hollandok. Aha. Aha. A holland nyugdíjasok. Szerintem sajtfondűt. Tehát ott ültek Amsterdamban egy jó kis kaféshopban a 70 pluszosok, oda mentek, egy hatalmas trombita volt a kezükben. Ugyanezt kicsi. Éppen vásárolták a Magic Mushroomot. Ugye ültek és finoman szívtak, és megkérdezték őket, és nagyon helyesek voltak az idős hollandok, mert elmondták, hogy ők mit csinálnának szívesen. Mit csinálnának szívesen? De a hollandok. Amit. Na mit? Szerintetek. De úgy, hogy ha újra kezdenéd az életedet. Tehát, újra fiatalok lennének? Tehát, ha beülnének Dr. Emmett Brown időgépébe, és újra fiatalok lennének, de nem úgy, hogy visszamennének 50 évet, hanem most lennének 20 évesek. Mit csinálna a legtöbb holland papa és mama? Fiatal holland nőket, illetve holland férfiakat csinálnának ők is, mint ahogy minden egészséges ember a földön. Nem, ők azt mondták, hogy DJ-k szeretnének lenni. DJ-k, milyen jó fejek, nem? Tehát azért, ha magyar nyugdíjast megkérdezel, nem hiszem, DJ-k. Hogy ezt mondja. A holland nyugdíjas azt mondta, hogy ő DJ szeretne lenni. Én igen. Mert a magyar nyugdíjas azt mondja, hogy ő lemezlovas szeretne lenni. Ezért, ez a különbség. Ja, értem, igen, igen. Én a lemezlovas. Igen. Második helyen áll a holland 70 felettieknél a temetkezési vállalkozó. Az ez picit már gondol az öregkorra. Nem, szerintem. Ez annyira jól működik ott? Hát szerintem ott az lehet, hogy hát ennek nyilván van egy ilyen szomorú apropója, hogy nyilván sok barátjukat már eltemették, meg családtagjukat, és rájöttek, hogy ez óriás kasza. Aha. És ezért szeretnének. Harmadik helyre mondták a zumba edzőt. És a negyedik helyre megérkezett a tévés műsorvezető. Jó arcok a hollandok, hát egyébként nekem ezt tetszik. Ki temetne, ki zumba edző lenne, ki DJ-skedne. Én kedvelem őket. Hát kedvelem én egyedül az Orsit ismerem, a kis Orsit, mint zumba edzőt. Most én akarnék egy kis Orsi lenni. Nem, te kis Orsival szeretnél lenni, de az egy tök más kérdés. Ja, mondjuk igen, de azért nem, mondjuk valójában őszintén azért egy napra mindannyian szeretnénk nők lenni. De nem, János. Nézd, nem tudom, hogy neked milyen rejtett vágyaid vannak, egyszer beszélhetsz erről, én tök jól érzem magam férfiként, és én egy napra se szeretnék nőni. Azt hiszem, azt mondod, hogy nem egy napra, legalább egy évre, vagy egy élet. Én nem tudom, én ezen nem gondolok. Sok mindenen gondolkoztam, hogy mi lennék, de valahogy ez a vágy nem kerített hatalmába. Ezt majd egyszer megbeszéljük, ne tereljük el, hogy ki miért szeretné. Jó. Aztán még ott van az animátor, a pszichológus, az esküvői fotós, a szoftverfejlesztő, sportoló és mobiltelefonboltos. Jó arcok a hollandok. Mobiltelefonboltos. Igen. Szerelsz, összeszerelsz, kijavítasz. Hogy ez is mennyire értesz. Tokot teszel rám. Védőfóliát. Válaszolsz a kérdésekre. Mondod, hogy van. Na. Hát végezzünk akkor egy kutatást, mert mi itt a reggelben nagyon szeretünk kutatni. A pénz miatt választották ezeket a szakmákat? Most szerintem az animátor például nem egy jó fizető. Szerintem lehet, hogy nem hollandi, feltétlenül. Ugye, hogy nem ez más a gondolkodás, őket. Szerintem a holland nyugdíjasok jól élnek, ők nem, az első gondolatuk nem az, hogy mivel lehetnék gazdag, mert szerintem baromi a nyugdíjuk, hanem ők inkább arra appelláltak, vagy arra bazíroztak, hogy melyik szót kell ilyenkor használni, hogy egyszerűen mivel éreznék jól magukat, melyik az a foglalkozás. Nem hiszem, hogy mivel keresnének többet. A magyar nyugdíjas lehet, hogy úgy gondolkodik, hogy mivel tudnám újra kezdeni, amivel mondjuk
esetleg többet tudtam félretenni öregkoromban. Többet tudtam volna félretenni. Szerintem például azért appelláltak, mondjuk az animátori munkára, mert ők tényleg olyanok, hogy valószínűleg van komoly nyugdíjuk, és akkor elmentek, mit tudom én, a Karib-szigeteki, mit tudom én, körútra, vagy akármi, és ott találkoztak animátorokkal. És ezek animátorok, ezek legjobb esetben, igen, hogy fiatal csajok, meg fiatal srácok, jól néznek ki, vidámak, szeretik a munkájukat, meg egyébként tök jó környezetben végzik. Valószínűleg ezért mondták az animátorok. Hát, igen, a zumba edző is, ugye elmész nyaralni, egy szállodában munkát vállalsz, baromi sokan vannak a vízben, nézed a fiatalokat, megtartod nekik a zumba órát, te kint, ők bent, mindenki vizes, ott a medence szélén, hát egy zumba aerobik, hát az is mennyire jó. Nem? Nagyon tök jó meló. Csajok vannak a vízben, pasik vannak a vízben, tehát ez mind jó. Na, kérdezzük meg hallgatóinkat, hogy azon idősebb hallgatóink, akik holland nyugdíjasok lennének, 70 fölött vannak, telefonáljanak már nekünk tényleg. Marikák, Irénkék, Erzsikék. Pista bácsit kéne felejtsd. Pista bácsik, Józsi bácsik. Így van, Rezső néni. Rezső néni. Imre néni. Hogy drága hallgatóink, ti mit csinálnátok szívesen 70 fölött szigorúan? Ha most újra kezdhetnétek ti itt ebben a magyar valóságban, milyen munkát választanátok? Jó, telefonáljatok be, tudjuk, hogy nagyon sok idősebb hallgatónk van, nagyon kedvelünk benneteket. Írjátok meg, telefonáljatok be 555-55-00, hogy ti mit csinálnátok szívesen. De csak és kizárólag 70 pluszban írjanak nekünk hallgatóink. Mit szólnátok egy olyan szintű rugalmassághoz, hogy mondjuk telefonáljanak azok is, akik nem hallották a nevüket? Jó. Jó. Na? Nagyon nagy lelkű vagy ma. Jó. De szerintem ők is telefonáljanak. Én ezt támogatom. Lényeg az, hogy... Jó. Én ezt támogatom. 60 fölött. Mi van vele? Szerintem legyen 60 fölött. Legyen 60 fölött. 60 fölött. Ez a beszéd. Mert abban benne van a 70 is. Köszönöm, hogy ezt nem nekem kellett kimondani. Mit csinálnátok szívesen? Ti gondolkoztátok már azon, hogyha nem ez, akkor mi? Mert ezen szerintem az emberek mindig gondolkodik, nem? Hogy basszus, ha nem asztalosnak megyek, basszus, ha nem műsorvezető leszek, vagy lettem volna, vagy nem úgy alakul az életem, vagy elmegyek arra az Z+-os várok, akkor mi a fenét csinálnék? Most jelen állapotban, ami menő is jól fizet, mert újra kell őket a plakátragasztást. Az mondjuk jó. Nem most újra kell. Az mondjuk jó, igen. De nem biztos, hogy egy életen keresztül egyébként csinálnám szívesen. Tehát azért az valószínűleg nem lennék. Tehát olyan munkában kell gondolkozni, ami még nem volt 20 éve, tehát ami a jelenben van, ugye nyilván értelemszerűen. Nagy tehát jel. Olyanban gondolkozzanak majd az idősebb hallgatóink is, drágák, akik telefonálnak, hogy ők mit csinálnak szívesen, ami most nagyon népszerű. Tehát nem volt 30-40-50 évvel ezelőtt. Én magasugró szeretnék lenni. Magasugró. De úgy, hogy mondjuk ebből az ugrás el is hanyagolható. Tehát, hogy az nem is foglalkoztatna annyira. Na, te neked az lenne a foglalkozásod, hogy magas? Igen, egy magasugró. És néha azért ugranál egyet, de hogy magas. Úgy, ja. Azért, mi szeretnél egy kis fiam? Magas. De milyen munka? Magas. Magas. Magas gépkezelő. De magas gépkezelő? Nem. Magas gépkezelő. Mindegy milyen gép, csak magas. Tehát tök mindegy. Egyébként szerintem a magyar nyugdíjasok azt mondják, hogy ők holland nyugdíjasok szeretnének lenni. Nem? Teljesen egyértelmű. Azért fura a kérdés, hogy mi szeretnél lenni, drága Marika? Holland nyugdíjas? Miért? Mert jó holland nyugdíjasnak lenni. Egyébként Amsterdamban, ahol kaféshopok vannak, meg mindenféle ilyen boltok ott. Vannak benne nyugdíjasok? Nincsenek nagyon. Ők kiköltöznek, elköltöznek, kiebb mennek. Igen. Hát csomagolásra kérem. Amsterdamban van olyan hely, hogy bemész, és elmondja neked az ember, hogy milyen fűmagot vegyél, milyen hatást akarsz, hogy termelsz, és bemész, és csak olyan... Hát ez a zombiba is megvan. És csak fűmag van, és a fűmagot megveszed, és ott elmondja neked egy szakértő, hogy te hogy tudod azt otthon úgy termeszteni, hogy az egyébként neked jó legyen. Lehet termeszteni, nem csak otthon, veheted? Igen. Nem, otthon termeszteted. Azon egy kis virágcseré. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel! Pálikás, jó reggelt! Jó reggelt! Kezi csokoló! Hát mi már sokszor beszéltünk, Teréz Nagyi, hello! Persze! Klassz, mi kis öcsém! Klassz, mi kis öcsém! Jól emlékszem, hogy Sepsi Szent György? Nagyon is jól! Ó, hát már kb. Egy évvel ezelőtt beszéltünk utoljára. Igen, úgy van. Hogy vagy? Most már köszönöm, kérdésedet örvendek, hogy bejuthattam az adásokba. Hát nem vicce, hát mondtuk, hogy telefonáljátok, igen. Hogy érzed magad, minden oké? Jaj, még okibb, mint ezelőtt. Na, tényleg? Igen, nem télen, most a nyáron is. Ja. De drága vagy.
Na, mik az ottani legfrissebb hírek? Mesélj nekünk egy kicsit. Hm? Csak hogy hogy vagy? A legfrissebb hír az, hogy én élek. Én bejuthatok az adásba. De baj volt? Nem volt baj. Ja, jó. De akkor a legfrissebb, mert ez már régi hír, ugye 2 éves híreket. Igen. Na, hallottad a felhívást, ugye? Ha te tehetnéd, vagy választhatnál, akkor mi lennél újra? Milyen foglalkozást választanál? Hát én a munka mellett még mindig játszottam egy bohóc szerepet. Jaj. Ha rám nézel, igen? Akkor azt mondod, hogy terés. Meg te pont olyan vagy, mint a bohóc, csak a piros pont jelzik az orrodról. Miért nem mást értettem? Te olyan vagy, nekem mi az eredeti foglalkozás a terész? Eredeti foglalkozásom nő vagyok. Nő voltam. Háztartásbeli? Háztartásbeli? Ez azt jelenti, hogy... Nem, én munkás nő voltam. Aha. Csak szerettem az életet, szerettem a hangulatot, a kultúrát, a művészetet. És mindig a cirkuszban láttam a bohócokat, és eltanultam tőlük, hogy kell szórakoztatni másokat. Aha. Hát ez a bohóc, ez nálam egy neuralgikus pont. Tehát, hogy szívesen feledném őket, de nem tudom, a gyermekkori traumáimnak köszönhetően. Hát a bohócokat nem lehet felejteni, mert a bohócnak, az igazi bohócnak a lelke mindig sír. Tehát nem mutatja az arca. Tehát egy kicsit szomorú, de ugyanakkor ugye vidámságot sugárzott. Világos. Élni tudni kell. Szóval bohóc lennél? Főleg, persze, csak bohóc. És tudsz is bohócul? A bohóc nyelvet még nem ismerek, de azért tudok figurázni és hangulatot kelteni. És szoktál ott a családban tényleg, amikor jönnek, nem tudom, gyerekek, unokák, akkor... Hát, az biztos. Az unokáim, a dédunokáim... Mikor rám néznek, egy szurcolók már kattagnak órákig. Udvariasan. Ahogy akarnak, én ne bánom. De tudjam, hogy megértették, hogy én milyen vagyok. Te cuki vagy. Jaj, de cuki vagy. Nem baj, meg foglak lepni egyszer, mert sokszor kattagok, amikor láttalak a tévébe. Hát mostanában nem vagyok kiszorítottak. Mostanában nem, most de parkoló. Volt, amikor... Jönnek az ügyesek. Jönnek a fiatalok, jönnek az ügyesebbek, az idősebbek, mint én már parkoló. A bevándorlókról nem is beszélünk. Egyrészt jönnek a bevándorlók, no, elveszik hát a munkát. Akkor én nem leszek bevándorló, mert nekem ott is van hazám. De, igen, hát nem is rólad összeülünk. De egyértelmű. Tudom, nem tudom, hogy nem rólad. Nézel tévét egyébként? Milyen műsorokat nézel, Teréz Nagyi? Én nézem az RTL-t, nézem mindenféle csőre pattogtatok, ami tetszik, megállok, aztán megyek tovább. De ezek inkább sportműsorok, vagy szórakoztató műsorok? Nem sportolok. Én olyan sportoló vagyok, hogy elméletben viszem a rekordot. Elméletben, tehát fejben állítottad föl ezeket a rekordokat. Persze, drukkolok a futballistáknak. Nekik mi is? Arra leszek kíváncsi, hogy milyen cirkusz lesz ezután. Már mivel kapcsolatban? Egy meccsel. Ja, egy meccsel. Most éppen játszanak, azt nem nézed? Játszunk a szerbek ellen nézem én, de nem, engem azt érnek, nem érdekelek, mert ezek nem berekedősek. Jó, hogy nem berekedősek, de a durvább sportokat szereted. Aha. Nem bunyósuk. De mi, boxot nézel, vagy mit nézel? Nem, én a futballmeccset szoktam nézni. Ja, futballmeccset nézni. Az atlétikát, ezeket. De úgy különben inkább romantikus vagyok. Ó, hát akkor a romantikus sport az melyik? Romantikus sport, az kevesebb a van. Szerelem. Igen. A szerelem. Á, hát jó is az. A szerelem 100 fokon, 100 Celsius fokon. Jó is az. Örülünk, hogy hallottuk a hangodat, és hogy ilyen jól vagy. Én hála jó Istennek, jól vagyok nektek köszönhetően, hogy köszönöm a jó Istennek, hogy hozzátok eljutottam, és aztán mondok valamit. Na. Ha gondolod, hogy gondolom, hogy gondolsz rám, gondold azt, hogy én gondolom, hogy te gondolsz rám. János, mondd vissza. Ne értem. Ne gondolkozz, ez a vége. Nem, az a vége, hogy te úgy gondolj rám többször. Aha, mert akkor te is gondolsz ránk. Mert hogy gondolunk hát egymásra. Igen, egymásra gondolunk. Mert én azt mondtam Balázs neked, ha gondolod, hogy én gondolom, hogy te gondolsz rám, aha,
gondold azt, hogy én azt gondolom, hogy te gondolsz rám, nem? Igen. Nagyon cuki vagy. Zsargomba, hát aztán meg is se keszett. Milyen gomba? Nem tudom. Minden reggel hallgatsz minket, Teréz Nagyi? Nem minden reggel, csak minden második reggel. Ki kell pihenni egy napot. Egy napot büntibe teszel minket, és aztán jövünk újra, hogy mindig minden második reggel. Nem, mert minden második reggel van programom. Ja, na, mit csinálsz? Egész éjjel zenélek, videózok, és akkor reggel aluszok. Zenész és videózom. Ha valamilyen zenekarban játszol? Én nem. Én Gédurban, mert kandúr hangom van. Hát csak Dédur. Aha. Ja, Dédur van, mert kandúr. Dédur van, mert kandúr hangod van. Értem. Na jó van. Puszilunk téged, jó egészséget, és örülünk, hogy beszéltünk. Köszönöm, puszi neked. Még gondolj rám. Ha gondolod, akkor rád gondolok. Ha gondolod, gondolok rád, jó? Köszönöm. Puszi. Milyen jó ízűen tudnám. Nagyon. Igen. Nem? Kandúr hang. Dédurban. Dédurban. 7:30 múlt pontosan 5 percen. Írjanak nekünk azok, akik 70 felettiek, hogy mit csinálnának szívesen a holland nagyik és nagypapik után. Jó? Mert hogy ők DJ-k lennének legszívesebben. DJ-k lennének legszívesebben. Jövünk Ákos hírei után. 100 forint, az 100 forint. 100 forint, az 100 forint. 3:48 lesz pontosan. 2 perc már jó reggelt kívánunk mindenkinek. Dobjátok be a pénzt, hogy ne csak mindig Bali dobja. Etesd a disznót. Etesd a disznót. Adjál neki 100 forintot. Fél be sem mer jönni. Aki lekési a megszólalást, az dob. Mármint, hogy Jani, mert ugye neki van ez a tiltó listája, nem mindenki. Trafi az M3-ason polgári pihenőhelynél Pest felé. Aztán... rohadjatok meg, kiveretek. Etesd a dögöt. Etesd a dögöt, zabáltasd a malacot. 3:40 Jani. 50-kor el kell kezdeni játszani. Így van. 5 per. Egy kollegalitás van bennetek. Legalább beraktatok volna egy Avicii-t. Zabáltasd a malacot. M7-es 223-as kilométernél Budapest felé a leálló sávban biciklizik valaki, aki arra közlekedik, vigyázzon. Az Egér út be van állva, 30 perce lépegetünk ellenföld felé, az okát egyelőre nem tudjuk. Ha valaki tud, akkor segítsen. Aztán Teréz Nagyi szerintem egy kávésóban ül a holland nyugdíjasokkal. Igen, ő már holland nyugdíjas. Ő már holland nyugdíjas. Teréz anyutól kérjétek már elégy a csokis mafi receptjét, mert ütős le. Teréz Nagyi egyébként nagyon cuki volt. Igen, érdekes volt. Azt mondja, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy ki mit szeretne csinálni, mert hogy a holland nyugdíjasokat megkérdezték, hogy ők mik lennének, ha újra születhetnének, de a mostani foglalkozások közül kellett választaniuk, és elmondták, hogy DJ-k lennének, meg temetkezési vállalkozóként dolgoznának, zumba edző, tévés műsorvezető és animátor. És arra kértük hallgatóinkat, hogy telefonáljanak idősebb hallgatóink, nagypapák, nagymamák, és mondják el nekünk, hogy tényleg, ha most egy pillanatra komolyra fordítjuk, akkor ők mit csinálnának szívesen, amiből szerintük jól meg lehet élni, szép jövőkép áll előttük, és úgy gondolják, hogy ők boldogak lennének akkor, ha azt az ominózus foglalkozást űznék. Irén néni itt van velünk. Irén néni, jó reggelt, hello! Szép jó napot kívánok, jó reggelt, ahogy szimpatikus, keményen indíthatunk ebbe a gyönyörű napsütéses időbe. Röszke Chicagóból. Röszke Chicagó? Gyerekek, igen. Mindenki Hollandiában van. Egy kávésóban ebben biztos vagyok. Így lehet futni, edződni. Irénke néni, honnan hívtál minket? Röszke országhatáról, kis Székesfehérváron, itt van a Chicagó. Itt, tegnap előtt 16 autót fogtam, az emberek 5-6-ossával megtönve a kocsit a migránosoktól. Migránosok. Irénke néni, te vagy a mi határőrzőnk, akivel egy éve, két éve, három éve beszéltünk? Igen, igen. És azóta még jobban védem a kis határunkat. De durva. Házvidék őrzője. Mivel tartott fel az átjövőket? Saját testtel vagy fegyverrel? El kell bújnom, fedezékbe bújok, de ha kell, akkor futok, főleg amikor a szegény egyenruhásoknak futni kell, akkor gyerünk hajtani. Futni, mert hát ugye hiába kiabáljuk nekünk a stába, de hogy állnak, meg futnak a rendőrök elől. Mit kell kiabálni? Imádom ezt a reggel, gyerekek. Angolul.
Hiába mondanánk németül nekik, nem, úgy csinálnak, mint aki nem hall, de amikor már elfogjuk őket, akkor már azonnal értük, hogy zofort festén. És angolul kiabálsz az illegális igen. határ átlépőknek, igen? Így van. És mit kiabálsz így van. Angolul? Stab, Russian nationality, milyen nemzetiségű? No police, no police, nicht agresszív, hogy... nem rendőrök, és nem agresszívak a rendőrök. Nicht agresszív. No police, nicht agresszív. Aha. És hogy igen. kérdezed a nemzetiségét? Russian nationality. Russian nationality. Ez egyébként... Aha. Milyen nemzetiségű? Abban a pillanatban tudják mondani, hogy szír, afgán. Meg nem bántanak. Nem bántanak engem, hát például. Nem. És te éjszaka is kimész írni, mert tudom, hogy pár évvel ezelőtt beszéltünk, és mondtad, hogy neked van ilyen éjjellátó, távcsöved, és hogy te tényleg éjszaka is kijársz figyelni a zöld határt. Kim vagy éjszaka? Hát nem kell sajnos, mert itt a hármas birtokomnál a kerítést éjjel-nappal törik. És nagyon sokszor mondják, hogy ne menjek ki. Miért? Úgy se bántanak. Nix agresszív. Engem nem bántanak. És mi történt ma reggel? Volt valamilyen incidens? Ma reggel vagy tegnap este? Tegnap este igen volt. Négy kocsim volt tegnap este. Négy kocsid volt? Ez mit jelent? Négy kocsit kaptam el. Belgrádi rendszámúakat. Ide most nem mondom, de mind külföldi rendszámúak. Az autó elé ugrasz? Vagy autós üldözésbe keveredsz idénk? Vagy hogy kapod el őket? Nem, fedezékbe bújok, olyan színű ruhával, mindig a terephez hasonlóan, és eléggé felvidítom a rendőröket is, hogy nem kell elkeseredni, mert vannak keseredve, hogy milyen kemény. Valóban kemény. Már mi kemény? Kemény munka. Ja, kemény munka? Aha. Nagyon kemény munka. Még mindig jobb, mint plakátot őrizni. Jaj, de kell őrizni. Normális emberektől nem kell őrizni. Igen. De hát... Én nagyon szeretem a mai 70 pluszos hallgatóinkat nagyon egyébként. Jó. Én ugyanilyen nyugdíjas akarok lenni. Ilyen vidám, ilyen felszabadult, komolyan mondom. Komolyan, nem biztos, hogy... programot kell az embernek betervezni magának, és akkor a magányt el lehet viselni. Te mit csinálnál Idénke néni, ha most választhatnál egy foglalkozást? Ugyanezt! Bézítek szerint a cselgáns után rúgtánc talán. Rúgtánc. Jó, a mai modern sportban ki se lehetne hagyni. Szép izomzat nőknek nem kell túlzásba vinni. És a standardtánchoz is kapcsolódik ez. A finom, jó érzék, szép technika. És hát apa is örül neki. Otthon. Igen, és hát kiváló alakot ad az embernek. Hát nem 70 évesen nagy, nem tudom, hogy hízelgés, de nem azt mondják, hogy 45-50 éves vagyok. Akkor nem szabad elhagyni. Te sportolsz valamit, vagy mozogsz? Azon kívül, hogy üldözöd az illegális határ átlépőket hát, éjszaka rohansz után. Hát sajnos csak lövészet, cságántót, lövészet, és erre a rútáncra szeretnék áttérni. Tehát lőni jársz, lövészet, lő gyakorlatokon? Tehát ilyen, igen. De azt a hobbi miatt? Helyezett voltam. De hobbi miatt, vagy emberekre, amikor őrzöd az zöld határ? Nem, hobbi. Tehát lőtérre jársz lőni. Finom érték. Aha. És minden? És ehhez azért nem baj, hogyha van egy kis erősebb izomzat, és kacsingatok ez a rúdtánc felé. Ja, hogy még most is kacsingatsz. Tehát, hogy elképzelhető, hogy rúdra pattansz, és rúdtáncolni fogsz. Így van. Végül itt az nem éjszakai bári rúdtánc, hanem ez egy nagyon szép sport volna. Hát igen. Figyelj, és a rendőrök mit szólnak, hogy segítesz nekik? Mondják, hogy köszönjük, elég, Idénke néni, ne csináld, ne veszélyeztesd a testépséget. Nagyon intelligensek, a budapesti készenléti rendőrök, nagyon intelligensek. Már meg is köszöntem én is nekik, hogy Idénke néni, nagyon vigyázz magadra, nagyon köszönjük. Na meg persze, hát az van, hogy az egyenruhát meglátják, akkor abban a pillanatban menekülnek. Van olyan, amelyik már úgy keresi, hogy a magyar rendőröket keresem, de az igen kevés, inkább a menekülés. Ha, neked is van egyenruhád? Vagy te miben mész ki? Saját, mindig a terephez illő ruhába. Tehát amilyen színű? Nyáron a zöldbe, télen a fehérbe. Van fehér? Aha. Ne csináld, olyan van ilyen fehér óra. Kommandos ruhád nyáron, színesbe, télen fehérbe. Én kaptam az AVS Securitétől Németországból egy ruhát, de itt még egyáltalán nem kerestett meg a hatóságok sehol, hogy no Irénke, akkor ezek után, ez a sok kemény szolgálat után, aha, megajándékoznánk, vagy felkérnénk, vagy mit tudom én. Hát pedig egy tiszteletbeli határőr lehetnél egyébként, előléptethetnének. Igen. És hát amely rengeteget elfogok,
Uh-huh. És akkor van nálad valami bilincs, vagy térdre kényszerítő? Vagy... Nem is kéne, de nem kell, mert olyan szépen leültetem őket. Hova? Mitteni menzi pláce, a tűre. Mit mondasz nekik? Micsoda? Hogy kérem szépen, foglaljanak helyet, üljenek le. Aha, nincs túl. De mindig kérem szépen. Aha. Ez az én szókincsem. Na jó. Kemény. És akkor odaugrassz a kocsiel, és akkor mondod, hogy hát, nem, mikor is bírunk, ungár is a milícia. Magyar, nem. Mikor a gyalogosokat fogom el, akkor szépen leültetem, és akkor utána rohannak, mint egy őrült 120-130-tal itt a kis betonúton az autók, és kapkodják őket fel. Hát abban a pillanatban hívom a határrendészetet, ha veszi, veszi, ha nem veszi, nem veszi. Ezt itt nem mondom a többét, de néha nagy a hócipő. Van fedő neved? Vagy tényleg van fedő neved? Vagy, semmi. Semmi, sőt, előfordult olyan, hogy 10-20-an vártunk több órát a rendőrökre, mert ugye nagyon kevesen vannak sajnos, és kérték, hogy csináljunk együtt fotót. Semmi akadálya. Sodót? Fotót. Ja, fotót, azt hiszem, hogy sodót. Jó sodót. Csináljunk együtt egy jó bandi. Mert valamelyikünknél volt egy kis aranyvaluska, de sodó nem. Figyelj, és a fehér ruhát hogy néz ki? Ez egy fehér otthonka, vagy egy fehér konyha ruha, vagy ez egy kezes lábas? Ilyen behegy kaptam a németektől ajándékba, mert kimegy ugye a hírünk, nem mindig szidják a magyarokat, és kaptam ajándékba direkt ilyen német határőr kabátot, ami behely. Aha, behely. Aha. És sajátomat vettem alá, nadrágot. Meg van fekete bőrszerkom, ugye, ami is nem... Az se rossz egyébként, azt is szeretem a fekete bőrszerkót. Egy jó korbában csak kiegészítve. Igen. Aj, idénke nagyon drága vagy. Puszilunk, vigyázz magadra, elköszönünk, jó? Ez a szlogenjük a rendőröknek is. Micsoda? Mindig, hogy Irénke néni, nagyon vigyázz magadra, nagyon féltünk. Eredeti szlogen. Hát, igen. De igen. Nagyon jó. Hát ezután a beszélgetés után egyiket lehet, hogy a magyar hatóságok is megkeresnek, fel fognak figyelni rád. Nem tudom, 3 év alatt még nem érdemeltem ki, úgy látszik. Pedig mindig meg itt a környékünkön. Hát, ami most megy ez alapján, lehet, hogy kinéz egy tiszti kereszt még ebben az évben. Most állunk, szerintem nem sokára kitüntetnek, vagy a határon, igen. A határaim sarkán, mikor kín vagyok, ott lesz kereszt. Igen, vigyázz magadra, pucilunk. Itt megfogom a munka végig. No, nagyon jó kikapcsolódást. Viszalás. Köszönjük. Viszontlás. És egy rúdtánc versenye azért valahol beneveznék. Jó. Intézkedünk. Puszilunk, vigyázz magadra. Igyekszem. Erekek, én nagyon szeretem ezt a mai napot. Komolyan mondom, nem tudom, mi vár még ránk, de eddig nagyon jó. Eddig működik tényleg. Ez tetszik. Eddig nagyon jó. Meg van a kép, hogy lopakodsz át a határon, és eléd ugrik Erzsike néni két ilyen fekete csíkkal a szeme alatt. Nix ugribugri. Üres, szidán, plac, polisz, bríz. Hát igen. Halt, hende, hoch, nicht schissen, ich bin Erzsike. Hóben Bácsi, jövünk a hírek után, picit megcsúsztunk, Ákos elmondja a híreket, aztán próbáljuk magunkat összeszedni, és jövünk a játékkal a hírek után. 8 óra után vagyunk, 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, DJ Otis zenetára egy kicsit kinyitott egy pillanatra, csak hogy jobb kedvetek legyen, és hogy szenvedjél, Jani. De nem lett jobb. De kell, hogy egy kicsit úgy most jobban belendüljön a reggel, gyerekek, egy jó Marky Mark és Prince Italy Joe nélkül. Ez nekem megért volna most egy 100-as. Jó, ez már annyiszor leadtuk. Kell ez is, nem lehet mindig a hörgős, röfögős, nincs hörgős, röfögős, sörszagú vagyok, röfögős zenét hallgatok, dolgokat erőltetni. Nem röfögünk, soha nem röfögünk. Fiatalságotok, ne tagadjátok meg, ne forduljatok el a gyökereitekről. Ez a te fiatalságod. És Marky Mark, Ati múltatok, amit szeretnétek feledni. Te úristen. Nem hiszem el. De miért értem a retrót, de van benne szép. Egy kis nosztalgiázus. Tehát, hogy van benne jó is. Miért? Nincs igazán jó. De csak egy pillanatra, hogy azért ez a kis zenei láda, hogy amikor kinyílik, na jó, egy picit azért beugrottok így a kis nyári táborok, a Balatonpart, stb. A távolról szólt valahonnan, ahova én nem akartam oda menni. Nem, mert ültél egy éjjel-nappali mellett, kőbányait itt, szimacsacsorban voltál, kilógott. A Szepultúra polos haverommal. A kevertnek a nyagát szorongattátok. Kertenítünk egy 2 decis kevertet. Szűrös hajú, ízacságszagú, szepultúrás haveroddal, érted, te panterás pólóban voltál, és lenéztétek a
Prince, Ital Joe, Mark megpróbáltunk megpróbáltunk letüdőzni egy 100 szofit, de az nem ment sajnos. Mind a kettőn elkezdtünk köhögni, és aztán gyorsan lopva körülnéztünk, hogy nem látta valaki, hogy nem vagyunk elég kemények. Hát igen, ez volt. Na, gyorsan az SMS-eket nézzük. Azt mondja, hogy mit is írnak a hallgatóink. M0-ásról az M1-re katasztrófa, Limos Bence küldte nekünk. Ettől a zenétől táncra perdültem. Marci. Bali retro napot akarunk. Mark Wahlberg. Júj, de jó Márki Márk névem. Egy igazi filmsztár. Ezt a zenét fogadjunk, egy holland nyugdíjas DJ rakta be. Azt mondja, hogy szóljatok, Irénkének nagyon szeretjük, hogy a vérnyomás csökkentőre ne igyon, mert káros mellékhatásai vannak. Nézzük meg a közlekedési híreket, közben M7-es Nagykanizsa felé 146-os kilométernél trafi, Körös-Ladány, Dózsa út szintén trafi, vigyázzatok, és az M0-as, M1, M7-es közötti Győr felé vezető szakasza torlódik, ez pedig Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mennyi a meccs eredménye? Nem tudom nézni, Zsolt hát kérdezi. Hát a szokásos nagy magyar valóság, 1-0-ra vezetünk, jó, de jó, tovább jutunk, majd most már 1-1. Aztán és a 90. perc előtt néhány perccel bekapjuk. És aztán még jön majd a matematikai esélyünk, még mindig van című duma. Úgyhogy minden úgy zajlik, ahogy egyébként a magyar futballban megszokhattuk. Sokáig vezetünk, kiegyenlítettek, és most hosszabbítás van a szerbek ellen, így állunk. Bármi is legyen ez a meccs, vagy bármiről is szóljon. Most FIFA-nak nálunk ez megy. Tényleg jó megy, banánt zabálnak. Ott adták egymásnak a fifások a banánt, így. Nem, ők az edzők voltak, és a játékosoknak adták. Egész más, sokkal jobb, mint egyébként a pályára dobálnák. Tehát még mindig jobb, hogy megeszik egyébként, és nem a pályára dobálják, mert hogy Magyarországon meg sok helyen külföldön még ez is megtörténik. És manapság már nem a menőségnek a szinonimája a banán. És az csak a mi időnkben volt. Nálunk még az igen. Az csak a mi időnkben volt. Márki Márk után én otthon érzem magam. Kaptok még, ha sírni akartok, kaptok nem, még. Nem, bármit megteszünk, csak ne. Na. Viszont, igen. Nagyon fontos, a véradásról már még nem beszéltünk, már mondjad. Pedig véradás lesz, köszönöm szépen a szót. 6 óra 30-tól 11 óráig véradás lesz, pénteken az Üllői 102 alatt, és azt mondja, hogy hozzatok magatokkal mindenki egy fényképes igazolványt, illetve egy tajkártyát, érvényeset természetesen. Nagyon fontos, hogy a 18 éves korotokat már be kellett, hogy töltsétek, illetve hogy 50 kilónál azért nagyobb legyen a testsúlyotok, illetve fél éven belül nem varrattatok magatokra semmilyen tetkót. Fél? Hát én most figyeljetek, felmentem egy oldalra, nézegetem, azt mondja, hogy ha van tetoválásom és vagy piercingem a tatokvért, kérdezi valaki, azt mondja, hogy igen, ha a tetoválás is vagy a testékszer 6 hónapnál régebben készült. Jó, tehát 6.30-tól 11-ig minden jó érzésű segíteni vágyó embert várunk ide az Üllői 102 alá. Mi a baj a tetkóval egyébként? Hát szerintem non-figurakutói igazából semmi értelme nincsen, legtöbbször mindenféle divatmotimókat vannak föl. A vérvételnél kérdezem, hogy miért kizárók a tetkó? Tehát fél év alatt kiderül, ha nekem valami bajom lett a tetoválástól? Igen, hogy a fertőzés. Igen, ha fertőzés kaptál valamit, akkor... Aha. Jó, szóval pénteken véradás, gyertek, segítsetek, jó, itt lesz a kamion, itt vagyunk mi is, ez most ebből a szempontból teljesen lényegtelen, sokkal fontosabb, hogy gyertek. Aki tud, ugorjon, mert egy fél órát szálljatok rá, leveszik a vért, mehettek is tovább. Sose lehet tudni, hogy kinek kell, tényleg. Hát, Janinak az orvosi. Bármikor, például a jövő héten nekem, ki tudja, hogy mi lesz annak a következménye. Egyébként meg akár nektek is, vagy a családtagjaitoknak is szükségetek lehet erre a bizonyos vérmennyiségre, amit leadtok. Azon kívül még azt szeretném kérni tőletek, hogy ugye a Facebook oldalunkon van egy poszt, amihez a véradáshoz kapcsolódik, azt minél többen osszátok meg. Bizony. Na mennyi ebbe tudom, megyek, hogy menned kell. Hogy hívják, vérvételre megy. Aha. A jövő heti. Figyelj csak, mielőtt elindulsz, igen? Mert fél után még nem érsz vissza. Parancsolj? Egy százast most dob be, légy szíves. Igen? Hát nem lesz itt a következő megszólalás. Hát a adás közben vérvételre megyek, az nem 100 forint. Tehát az szabad szemmel már majd nagyobb összeg, látható összeg. Mutassátok meg majd, légy szíves, ezt a kitételt a papíron, jó a nevem mellett, hogy a véradásról menjünk. Nem véradásra, nem lesz itt a következő. Zene után visszajövünk. Rugócska. Aha. Be a persejkébe, zabáltassuk csak jó, a malacot. Jó, Feri, te akartad, ezért most kimegyek és beszagolok a klotyóba. Jani tudod, elmegy. Bedobom előre. Jani elmegy véradásra. Jössz még vissza? Visszajössz? Jó, jössz vissza. Nem véradás, vérvétel. Ja, vérvétel. Kislabor is, nagylabor is. Kislabor, nagybaldő, fitymaszűkület nézés. Jó. Na menjél. Mi lesz most a jövétel, Nór? Tehát figyelj. A vérvétel az egy olyan dolog, hogy vagy azt mondják, hogy gyere korán éhgyomorra, ugye? Igen. Vagy azt mondják, hogy gyere be bármikor.
Tehát ha téged így megkérdezik, hogy Balázs, be kéne jönni a kislaborra, akkor nem azt mondod, hogy 10-re megyek? Hát gondolom nem bírja ki egy gyomor a 10-ig. Ja, nem? Tehát az a baj, a cukorháztartás. Kicsi test, hát itt összeesik, hogy kaparjuk föl? Hát gondolom, hát nem. Könnyen. Ránézett az órára, azt mondom, 8:30-ig bírom, hogy nem eszek meg 4 habcsókot, 3 kiló zselészaloncukrot, és nem tudom, 8 darab répatortát. És nem, egyébként általában a labor bezár, tehát úgy van, hogy 9:30-10 körül azért a labor az bezár, elküldik ugye az adott vért, és mit hagytál? Tajkártyádat. Á, de imádlak. Elvágódjál aztán. Vigyázzál. Ültesd magad egy picit még utána. Igen, hogy Jánosnak ugye jövőjéten szétkapják az órát. Majd kérünk tőle fotókat a Facebookra. Nem, hogy sajnálom, de miért hazudja? Hogy orrsövény műtétje lesz. Ugye? Na, egy érdekes honlapra akadtunk, és... Ja, Óven bácsival nem játszottunk, így van, megcsúsztunk Irénke néni meglehetősen szürreális beszélgetése után, úgyhogy ezt gyorsan lejátszuk. Nem megszokott tőlünk, hogy ide tesszük a játékot, de most ez van, úgyhogy valakivel már is játszunk. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Hello! Krisztián, szia Krisztián! Honnan hívtál minket, Krisztián? Budapestről. Budapestről dolgozol, otthon vagy? Otthon, itthon vagyok most. Otthon vagy, akkor szabadnap? Vagy... Igen, szabadnap. Hú, picit rosszul. Rosszul hallunk. Mi a foglalkozásod, Krisztián? Sofőr vagyok. Sofőr vagy, a telefonba beszélsz? Igen, igen. Na most egy kicsit, most egy kicsit javultunk. Jól van, Krisztián, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Jó. Aha, vagy esik, vagy tusolnak. Vagy beáztak a nagy vihar után tegnap. Ez nem sorozat, hanem egy darab film, egy nagyon híres film. Jó. Jó vagy moziban? Hát fogjuk rá. Fogjuk rá. Na figyelj, jön egy rövid részlet. Jó, hallgass meg. Ja. Ponyvaregény. Igen, ezt nem is értem igazából, annyira könnyű volt. Ez a ponyvaregény, így van. Szeretted? Igen, igen. Jó, az egész album jó. Jó, bizony. Az egész album jó egyébként. Oké, hát ez minden idők egyik legrövidebb játéka volt, Krisztián, és egy szép ajándékcsomagot adnánk neked, ha nem bánod. Köszönöm szépen, jó? Köszönöm. Nem. Köszi, hogy minket hallgatsz. Majd a bögrével vigyázz a kamionban. Igen. Jó. Köszi. Jó, köszönöm. Nagyot nem dumáltunk, de jó volt. Kösz, ciao. Szevasz. Nem volt egy nagy beszélgetés. Na, egy érdekes honlapra bukkantunk, és kíváncsiak vagyunk hallgatóink véleményére, hogy ki mit gondol erről, mert hogy nyilván mindenki eljátszott már a gondolattal, hogy milyen lenne, ha gazdag palia lenne, beáldozná-e a szerelmet egy gazdag pasiért, elítéli azokat a nőket, akik ugye milliómosokra vadásznak, egyáltalán elítélendő-e az, hogy egy nő azt tűzi ki élete céljául, hogy ő összeszed egy gazdag pasit. Ugyanis létezik egy honlap, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy én gazdag pasi vagyok, aha, keresek nőket, akik eljöhetnek velem egy 2 hetes luxus utazásra úgy, hogy én megfizetem az ő szolgálataikat, kifizetem nekik a luxus utat, és hát egyéb szolgáltatásokért nem fizetek, de eljöhetnek velem, és ott történik, ami történik. De kéred az egyéb szolgáltatásokat? Ez le van írva a hirdetésben? Tehát azt hirdeted, hogy én egy milliárdos vagyok, megyek a Bahamákra, nem kell keresek kérned egy jótestű nőt, aki engem elkísér, semmi hosszú távú dolog, mindent fizetek, de ezért cserébe esténként van egy kis himi-humi. Nem. Fizeti az utat, fizeti neked a kaját, és nem szól arról a dolog, vagy nem szól arról a honlap, hogy a szex benne van-e, csak elmehetsz gazdag pasikkal olyan helyre, ahova te nem jutnál el. Hogy miért cserébe, az egy kérdés, nyilván az már egy kettőt közötti megállapodás, hogy te mit válasz be ezért. Egy a lényeg, hogy jó csajnak kell lenned. Aha. Tehát gazdag pasik keresnek jó csajokat, és elmehetsz velük 2 hétre, 3 hétre úgy, hogy eljutsz a Bahamákra, vagy a Bora Borára, vagy Maldív-szigetekre. Tehát olyan luxus utazáson veszel részt, amit azért sokan nem engedhetnek meg maguknak. Jó csaj kell, hogy legyél, a többi az rajtatok múlik. Már ilyen honlap is van.
Nagyon ami jó, én a keresletet a kínálattal. Szerintem tök jó. Jó. Szerintem határozottan jó a dolog. Ha minden le van tisztázva az elején, akkor ebben semmi kivetni való nincs. Férfi egyedülálló, van pénze elvinni valakit, valaki, a hölgy meg azt mondja, hogy én elmegyek. Miért ne menjenek el? Most megint az lesz, azt fogjuk mondani ezekre a nőkre, hogy na, milyen rossz életű, mert elmegy pénzért. Ha most egy egyedül élő, egyedülálló nő azt mondja, hogy én egyébként sosem fogok eljutni a Maldív-szigetekre, de itt van ez az egyébként szimpatikus csávó, és kifizeti az utat, hát miért nem menne el? Nézzük meg ezt a holnapot előbb. Ja, nézzük. Hát, ha találunk valakit, aki elviszik. Hát, ha vannak gazdag nők is rajta. Hát, ha vannak rajta gazdag nők, igen. Ugye maga a holnap azt, ahogy nézem, arról szól, hogy utazás és randi. Tehát itt azért benne van az is, hogy neked randiznod kell. A top destináció között van Las Vegas, Bali, London, Miami, Cancun, ami azért majdnem egy is azonosabb bőr, és nem beteg öntözóban a betegségekkel. Mexikó, New York, Párizs, Dubai, Los Angeles, San Francisco. Tehát nem egy bugyi taksony. Dunaharaszti háromszögben mozognak azért az itt jelenlévők. És a csajok föltölthetnek magukról képeket, és elmondhatják, hogy ők a fotójuk alapján hova utaznának, és kivel utaznának. Tehát tulajdonképpen pár ajánlatot is meg tudsz nézni ezen a honlapon, hogyha jó csaj vagy. Tehát azt mondta, hogy nem ítéled el az ilyen nőket. Én nem. Nem. Hogyha ő is szabad, szabad a férfi, ha mindent letisztáznak az elején, akkor miért ne mehetne? Tehát hogy ez mennyivel rosszabb, mint hogy ajándékot veszel valakinek, és azt átadod, mondjuk nyilván nincs ismerettség előtte, de tisztázzák le a részleteket, tehát mi az, amit a hapsi kér, mi az, amit a nő tud nyújtani, ha ezek az igények összetalálkoznak, hát hadd menjenek. Most rossz életű ez a nő, aki elmegy. Nem akarok csúnyább szavakat használni, mint amit ugye szoktak ilyenkor mondani. Ez miről szól? Ez arról, hogy utazz el vele és feküdj le vele. Igen. Nem? Aha, arról. Tehát tulajdonképpen te utazásért cserébe lefekszel valakivel. Csak nem cashben kapod, hanem elvisznek téged egy 2 milliós utazásra. Aha. Hát ezt hívják luxus prostinak, nem? Hát, de nem cash kapsz. Le kell de ha lefekszel vele, nem, akkor... Nem, nyilván egész nap passziánszoztok, marokkoztok, nagyokat sétáltok, együtt. Nyilván azért lehet csak és kizárólag jó nő egyébként. Tehát én nem feltételezem, hogy ebben a dologban azért van szex. De hogy ez egyáltalán nem erről szól. Tehát ronda vagy, egy szemed van, pupos vagy, nyilván akkor is elvisznek. Nem, akkor nem visznek Bora-Borára. Nem visznek el, de a férfi, aki fizeti az utat, hát legalább ennyi legyen már a pénzért, hogy ő mondhassa meg, hogy kivel akar menni. Láttam egy kategóriát, ott van Barry L., így hívják az emberünket, ő a jól érzem magam, jól vagyok, és Görögországba akarok menni. Ő akar menni, ő keres nőt Görögországba. Tehát Görögország mondjuk nem annyira extra. Tehát oda lehet, hogy jelentkezhetnek azok is, akik kevésbé szépek. Tehát ő tényleg kulturális útitársat keres magának, aki a görög mitológiába otthonosan mozog, ugye? Tessék? Erre gondolsz, hogy egy nagyon okos lányt keres, akivel végig tudná nézni Kréta romjait. Én nem tudom, szóval, hogy tényleg nem csak az a prosti, aki az útszélén áll, nem? Hát azért, ha te elmész, és tényleg te 2 hetet eltöltesz valakivel úgy, hogy nem ismered, kifizeti az utadat, és neked le kell vele feküdni, mi a különbség? Hát nem csak az, tényleg az, hogy megállsz a méta utcánál, és akkor ott állnak. Hát nekem nagyon, ebben egyébként nincs különbség. De ugyanaz a típus, odaadom a testem azért, hogy vigyél el valahova engem 2 hétre, vagyis te megveszel engem mindenestül együtt. Hát ez a modern, sokkal szebben álcázott, sokkal szebben csomagolt, ugyanúgy prostitúció. Hát nagyon más nem lehet. A honlapnak is az a cím, hogy utazás és randi. Ezek a férfiak nem moziba viszik a nőket, hanem 2 hétre nyaralni. Hát ez ugyanaz, mint amikor mi fiatalok voltunk, és azt mondja, hogy nem iszunk meg egy kávét valahol. Ez ugyanaz, csak ő nem kávéra hív meg, hanem utazásra. 2 hét alatt több minden történik, mint egy 1 órás kávézás alatt. Tehát lehet, hogy ők tényleg párt keresnek maguknak, csak ráérősek, és sok pénzük van, tehát... Na olyan szeret, annyira szeretem, hogy te ilyen naív vagy. De nem vagyok tehát, naív, én csak próbálom. Ezt az igazán naív, új kígyósi... Igen, mert nem egyből mész rá. Nem egyből mész a lényeg felé, hanem ismerkedsz. Ő így ismerkedik. Nem tudom.
csak közben gólt kaptunk. Jó. És ezzel ezzel a szép nagy magyar áramnak újra végem. Mi van azokkal a nőkkel, akik úgy mondanak le a szerelemről, az arról mit gondolsz, akik mondjuk úgy kötik össze egy gazdag palival az életüket, hogy anyagi megfontolásból. Anyagi megfontolásból vannak egy tehetős pasival, aki gazdag, akinek sok pénze van, és összekötik vele az életüket. Na, tulajdonképpen ez sem szól nagyon másról, nem? Azt például jobban elítélem, mint ezt, mert tönkreteszed a saját életedet. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezek a nők tönkreteszik a saját életüket. Hát hány ilyen magyar csajt látunk azért? Hogy anyagi biztonságért odaadod. Hogy anyagi biztonság miatt összeállnak valakivel. Ezek a lányok egyébként nem tűnnek boldogtalannak. Én nem vagyok benne biztos, hogy ők ezzel tönkreteszik az életüket. Jönnek, mennek, utaznak, tehát hogyha a pénz számít neked, és lemondasz az érzelmekről, akkor lehet, hogy belül te kicsit megnyomorodsz, de abban azért nem vagyok biztos, hát ezért most tudnék konkrét neveket mondani. Úgy néznek ki, mint akik tönkretették az életüket, hogy összeálltak magyar milliárdosokkal? Szerintem úgy néznek ki ezek a lányok, mint akik egyébként annyira szenvednek valahol egy 8. kerületi kis félszuterénben, garzonban, és egyébként lemondtak a szerelemről, nem így néznek szerintem ki. Szerintem ott minden nap szemen köpöd magad egy kicsit. Igen? Minden reggel úgy kelsz föl. Amellől az ember mellől, akit nem szeretsz, aki igazából neked soha nem is tetszett, mint férfi, soha nem volt egy olyan ember a te életedben, aki azt mondod, hogy na ő az, akivel tudunk egyfelé menni, csupán egy dolgot kaptál meg, a gondtalan életet tőle. És ezt értem, tehát a gondtalan élet az egy nagyon szuper dolog, de hogy te minden reggel úgy kezd fel valaki mellett, hogy tulajdonképpen összeboronálódtunk, meg jó meg vagyunk, még néha beszélgetni is tudunk valamiről, de hogy az a tűz az soha nem lobogott bennetek, én ezt sokkal jobban elítélendőnek tartom, mint ha valaki azt mondja, hogy figyelj, elmegyek veled 2 hétre Santorinire, a kis saját jaktodra, és jól érezzük magunkat. De nincs nagy különbség. Dehogy nincs nagy különbség. Az a csaj is ugyanazt csinálja modern formában, meg az a csaj is, aki egyébként feláldozza az életét, a szerelmet, és összeáll csak a pénzért, anyagi megfontolásból egy palival. Mi a különbség a kettő között? Nagyjából ugyanazt csinálják, csak az egyik 2 hétre szól, a másik meg egy életre szól. Két hétre szól, hazajössz. Feltételezzük, utána... hogy nincs szerelem, nyilván vannak olyan kapcsolatok, amik az őszinte megbecsülésre és szerelemre épülnek. Tehát egy filmben én is láttam ilyet, most ez mindegy, tehát 2 hét múlva hazajöttél, megvolt a szex, végig szeretkeztétek a hajóutat, kifizetett mindent, a pasi azt mondja, hogy drágám, köszönöm, és ott a vége, és az életed, az, nyilván ezt is fel kell dolgoznod saját magadnak, de ez egy 2 hetes intervallum, de berendezkedni arra, mondjuk 20 évesen, vagy 30 évesen, hogy egy nagyon gazdag emberrel le fogod élni az életed, akinek megvan a saját útja, lehet, hogy neked is megvan a saját utad, keresgéled azért a szerelmet, nem? Gondolom én. Te nagyon naív vagy. De miért lennék naív? Hát azt mondom, mert te azt gondolod, hogy mindenki a párkapcsolatban egyébként a szerelmet, az őszinte érzelmet keresi. Vannak nők, akiket ez egyáltalán nem érdekel. Vannak nők, akik ezt beáldozzák, és azt mondják, hogy nem érdekel a szerelem, legyek inkább boldog, anyagilag biztonságban, nőjön fel a 2 gyerekem, járjon, nem tudom, Bugatti Veyronnal, vagy Bentleyvel, járjanak jó iskolába, és legyen Louis Vuitton táskám, teszek a szerelemre, engem a pénz érdekel, mert nekem a pénz a szerelmem. Tehát, hogy te azt keresed egy párkapcsolatban, te azt mondod, amit te keresel egy párkapcsolatban, de nem tudsz a nők fejével gondolkodni. De az a párkapcsolat, hogy pénzt akarsz tőle. Hát az a párkapcsolat, hogy vagy egy idősebb, vagy egy rondább, vagy egy nyilvánvalóan láthatóan milliárdos palival, akit közben vagy félrelépsz, vagy nem, vagy megcsalod, vagy nem, van szexületetek, vagy nem, de anyagilag téged biztosít, és ezáltal neked boldog, zökkenőmentes életed van, cserébe lemondasz a szerelemről, vagy rommát csalod, fiatalabb bikákkal valahol, vagy mit tudom én. Tehát, te fölmented ezt, te azt mondod erre a kapcsolatban, hogy ez tök normális, hogy valaki a pénzt választja, hogy az az élet célja, hogy akkor élünk anyagilag biztonságban. Én nem fölmentem, én azt mondom, hogy nekem nincs különbség a között, hogy valaki itt áll kint, vagy valaki elmegy egy luxus útra, vagy valaki egy ilyen életet választ. Nagyjából tulajdonképpen ezek a nők sokszor egy kalap alá vehetőek, de én nem ítélem el őket. Hát mindenki úgy próbál boldogulni, ahogy akar. Hát most, ha te nő lennél, és neked az lenne az életcélod, hogy találj egy gazdag palit, attól tényleg nem ítélek el. Üresnek tartom, érzelmileg kiégetnek, azt mondom, hogy szerintem ez hosszú távon egyébként valószínűleg nem tesz boldogám, mert lemondasz egy csomó olyan dologról, ami neked közben nagyon sokat adhat, hogy szerelmes vagy, hogy valóban kívánod azt az embert, hogy olyan pasi van melletted, akivel jó szexelni, de ezek a nők valószínűleg erről lemondanak. Én elítélni egyáltalán nem ítélem el őket. Szeretik a pénzt, az ő istenük a pénz,
lemondanak a szerelemről. Elítélni nem ítélem el. Ülsz egy luxus kalitkában. Igen. Vagy lehet, hogy nem kalitka, mert nyitva van az ajtó, tehát mehetsz, jöhetsz, csinálhatod a dolgaidat. Van melletted valaki, akivel tulajdonképpen ugyan együtt ész, de nincs közös életetek. Néha oda kell feküdni alá, mert ezt még szeretkezésnek sem nevezhetjük, nem? Hát szörnyű élet, ebben tök igazad van. Tehát ez valószínűleg szörnyű élet. De ha közben kell... jössz, mész, utazol, világot lát, és ez téged boldogát tesz, és te posztolod, hogy éppen hol vagy, és neked ez nagyobb örömet okoz, hogy te most ide mész, itt nyaralsz, ilyen fehér homokos tengerparton vagy, de egyébként meg le kell mondanod a szerelemről, hát vannak nők, akik azért élnek így, én ezt nem tartom rossznak, vagy ördögtől valónak. Más kérdés, hogy soha nem választanék valószínűleg ilyen életet, vagy soha nem érdekelne ez a típusú pénzhajhászás ilyen téren. De nem ítélem el őket, hát nem követnek el bűncselekményt igazából. Én ebben a kéthetes kalanda szívesebben. Engem mindig az érdekel, hogy a Pali mit gondol. Tehát a Pali azt gondolja, hogy szerelmes belém ez a fiatal csaj, vagy pontosan tudja, hogy a pénzem miatt van velem, kihasznál, de hazudjunk, egy nagy kollektív hazugságban éljünk együtt. Én is tudom, te is tudom, hazudunk közösen, és ez a mi életünk. Engem inkább ez érdekel. Szerintem részt nem. Vesz a Pali ebben a nagy kollektív hazugságban, vagy tudja, hogy ez az egész hazugságokra épül, baromi gazdag vagyok, nem tudom, rohadt kövér. 130 kiló, mit tudom én, nem tudom, nincs már egy fogam se, nem tudom, de van mellettem egy 20 éves csinos nő, aki minden nap elmondja, hogy mennyire szeret. Tudom, hogy ez nem igaz, nem mondja vagy el akarom hinni. Elmondja? Elmondja, hogy mert akkor hazugság. Tehát ha mind a ketten tudják, hogy ez arról szól, hogy te, mint gazdag férfi kaptál egy gyönyörű nőt magad mellé, akivel el lehet menni a, mit tudom én, a rendezvényre megjelenni, mert jól néz ki, neveli egyébként korrektül a gyerekeiteket, és éli a világát, akkor oké, akkor értem. Ha még hazudjátok is, hogy ti halálosan szerelmesek vagytok egymásban. Szerintem meglepődnénk, ha kiderülne, hogy Magyarországon hány nőnek fontosabb az anyagi biztonság, mint a szerelem. Hány nő gondolja úgy, hogy inkább nevelem a gyermekeimet anyagi biztonságban, és benne maradok egy olyan házasságban, ahol a palim gazdag, de nem szeretem már, mint hogy kilépjek és kockáztassam azt a biztonságot, amit egyébként az a pali okoz nekem, akivel úgy kell hetente egyszer lefeküdni, hogy már rohadtul nem szeretem, de tudom, hogy a gyerekeim nyugodtan nőnek föl. Szerintem meglepődnénk, hogy hány nő mondaná azt, és tenné fel a kezét, hogy szerelem vagy anyagi biztonság, akkor mondaná azt, hogy anyagi biztonság, de boldogabb, mégis lelkileg boldogtalanabb élet. Mert közben azt gondolom, hogy nyilván boldogság anyagilag, de valahol lelkileg baromi üres és baromi boldogtalan, hogy egy olyan palival kell együtt lenned, akit már nem szeretsz, de anyagilag téged próbál boldoggá tenni. Szóval ez egy összetett dolog. Én szerintem sok nő inkább az egzisztenciális boldogságot választaná, mint az, hogy jó, de jó, szerelmes vagyok, de soha nem jutunk egyről a kettőre. Ha mondjuk ez 10 év együttélés után jön el ez a pillanat, és akkor szerelmesek voltatok, akkor azt megértem. Akkor azt megértem, de hogy ez van, hogy az elejétől kezdve egy nő azt mondja, hogy hát nem szeretem, de próbáljunk már elmenni erre a pénzes pasira, mert szép lesz az életem. Aha. Van hát, ilyen? Nem ez a tévét, nem olaszul, hát nem tudom, de én ott mindenütt, vagy csak én vagyok egy hülye romantikus, én ott mindenütt azt érzem egy kicsit, hogy te azért csak egymásba szerettek valamire. De hülye vagy. Igen. Tényleg? Te milyen aranyos hát vagy, Feri. Hát egy picit így az elején, de legalább az elején volt valami vagy. Kis rezgés a kettőjük között, érted? Hogy valahol összecsattantak. Aha. Ők. És ugyanazon magyar milliárdosra 3-4 lány egyéb szeret bele, havi, ha 2 havi, 3 havi váltásban. Hát most ki más szeressen bele? Hát majd, most érted. Értem én. Na jó, akire most na jó, azt meg ott jó, tényleg. Nézzük meg, telefonáljanak nekünk olyan csajok tényleg, akik elmondják, hogy gyerekek, igen, én ezt az életet választottam, erről mondtam le, anyagilag biztonságban élek, hazudok, egy kollektív baromi nagy hazugságban veszek részt, én is az egyébként retetesen kiábrándító öreg, idős, büdös, fiatal, fogatlan, mint bármilyen férje, nem szeretjük egymást, de a pénze miatt vagyok vele. Ha van ilyen nő, aki ezt vállalja, akkor írja nekünk, hogy miről kell lemondani. Esetleg egyébként valójában lemondásként élik-e meg? Vagy mert azt mondja, hogy ez neki biztos. Elég az élethez, és így akkor tökéletesen jó. Jó, biztos, hogy hallgatnak bennünket ilyenek. Aki akar, telefonálhat, ha nem, SMS-ben írjátok meg, hogy miért inkább az anyagi biztonság, mióta vagytok vele, és miről kell, hogy lemondjon az ember. Szerintem meglepődnénk. Meglepődnénk egyébként, hogy hány nő választja ezt a szerelem helyet. 9:05, SMS számunk 06. 70! De rohadt magányos vagy így egyedül. 645-0000, jövünk a hírek után.
3:49 lesz, pontosan egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy honlapról beszélgettünk, ami azt hirdeti, hogy ha te egyedülálló vagy, nő vagy, szép nő vagy, meg lehetősen diszkriminatív a dolog, de hát ez erről szól, hogy gyere el velem, én gazdag vagyok, férfi vagyok, milliómos vagyok, elviszlek téged egy luxus utazásra. Ez volt a téma indító, jó, nem jó, elítéljük, nem ítéljük. Ki mit gondol erről, erről beszélgettünk, magáról a honlapról, baromira megy a honlap, és imádják, és óriási az ötlet. Milliómos pasik kereshetnek, önálló facér, kirándulni szerető, a természetet nagyon kedvelő. És a kultúrát is. És a kultúra iránt erősen érdeklődő fiatal lányok szolgáltatásaid. Akikkel úgy el kell utazni valahova, már mint a férfiak, és aztán megbeszélés alapján lesz, ami lesz. Arról beszélgettünk, hogy jó, nem jó, ki mit gondol erről, máshogy látjuk a dolgot. Aztán átkanyarodtunk oda, hogy mi van a mai csajokkal, akik meglehetősen brutálisan az egzisztenciára mennek. Boldog vagy-e úgy, hogy milliómos, milliárdos a te férjed, van köztetek 20 év, 30 év, vagy nincs is köztetek korkülönbség, csak le kell mondanod az érzelmekről, a szerelemről, viszont anyagilag biztonságban vagy. Na, elmondom neked, hogy mi a rettenetes nagy különbség a kettő között, és miért nem ítélem el a nyaralósat, és miért ítélem el az együttélőset. Mert a nyaralósnál tök korrekt minden. Igen. Tehát megvan mondva, hogy ez erről szól. Ennyi. Két hétre elmegyünk, szívem, kifizetek mindent, jó helyen lakunk, megnézed a világot, cserébe szex, kész. Aha. És akkor az már lehet, hogy pontot tehetünk a végére, hogy ez a prosti kategória. A másiknál hazugság van, hazudsz egy életet, hazudsz egy kapcsolatot, hazudsz egy házasságot, amiatt, hogy anyagi biztonságba éljél. Aha. Szerintem ez a marha nagy különbség a kettő között. És ezért tartom rosszabbnak a másikat. Ha az van, amit te mondasz, hogy ennek a nőnek ez az élet célja, neki a boldogsága az, hogy nagy házban, nagy autóval járjon, el tudjon menni egy évben négyszer gyaralni, legyen akármilyen, azt aláírom, hogy akkor oké a dolog. Akkor oké, igen. De akkor is legyen kérdés, tiszta, hogy mit mond az, hogy szeretlek, drágám? Azt hát mondja, valószínű. Mert valószínű, igen. Most a habsik meg ezt beveszik, ezt a dolgot. Na nézzünk egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatóink. Ilyen gyorsan? Nincs igazad, Feri. Hogy? Aha, ennyi van, srácok, profikkal dolgoztatok. Gyors voltál. Viszont a taxiban bocsi szólt, úgyhogy nem is adtam borravalót. Jó volt? Nagyon ügyes. Na, igaz, hogy csak 16 év volt köztünk, én csak 22 éves voltam a lányommal, bizonytalannak éreztem a helyzetem, így döntöttem, nem sokáig bírtam, jelenleg 5 évvel fiatalabb a párom, és élünk boldogan. Szerintem nem lehet így leélni egy életet, folyton az jár a fejedbe, mit találj ki, hogy aludj, állandóan szegény gyerekre fogtam az együttlét kerülését. Mika küldte nekünk. Lelkiismeret furdalása volt, amikor szerelmet val nekem, én meg csak elmormolok valamit a hasonlót az órom alatt, nem vagyok boldog, inkább csak hálás, mert mellette olyan életem van, mint az előtt soha. Látod, tehát, hogy hálás és tök jó a pénz, ő is azt írja. De érzelmileg. Menekülsz az elől, hogy azt mondom másiknak, hogy szeretlek, vagy jó veled, vagy... Igen, nem, biztos, hogy nem egy jó élet. Persze, nagy lemondás. Hatalmas szerelme évekig, majd kötődési szeretet, nagy anyagi biztonság, rengeteg utazás, oda vagyunk egymásért, lemondás a szexről pár éve, 30 évkor különbség, majd 10 éves kapcsolat, és én meg 30 alatt bőven. Sok hasonló kapcsolat van a környezetemben, ami szuperül működik, és kiegyensúlyozott összhangban vannak. Ki vagyok borulva a saját korosztályomon, mert semmit nem kezdenek magukkal, többnyire csak a tengilengi megy, ezt Rozi küldte nekünk. Nekem lett volna a lehetőségem gazdag pasival együtt lenni, mindent megkaptam volna, csak egyet nem a szerelmet, én csak a pénzért nem tudok együtt lenni valakivel, írt a Fanni. Aha. Na, hát valakinek az érzelmet keresi, de azért látunk olyat, akinek ez megy. Kint élek Norvégiában, itt mindennaposak ezek a történetek, gazdag norvég megveszi a szép, de szegény külföldi lányt már akár 16 évesen. Kitanítatja, biztos jól kereső állást kap, a lány és anyagi biztonságot. Az érdekes, hogy a lányok nem is tagadják, hogy a pénz miatt vannak együtt a párjukkal, elégedettek az életükkel, gyakran szeretőt tartanak. Az milyen, hogy veszel egy lányt külföldről, hát, egy 16 éveset, jó iskolába járatod, megtanul mindent, és utána boldogan élsz vele. Tudod, van itt az óriási kontraszt, hogy valószínűleg tényleg egy olyan országból jön az a lány, ahol nagyon-nagyon a békafenek alatt van az életszínvonal, nagyon nagy szegénységben van, lehet, hogy egy terhel gyerekkor is áll mögötte, és akkor hát ehhez képest meg... De gyerekek, a habsit képzeljétek. Tehát képzeld már el, hogy te egy 40 éves norvég milliárdos vagy. És eddig azt tetszik a dolog. Eddig meg vagy. Ne, azt gondolom, hogy nem lesznék svéd. Akkor svéd milliárdos, és oda telefonálsz valami ilyen irodához, hogy hozzanak nekem Kuala Lumpurból egy 16 éves, nagyon szegény lányt, és majd én fölnevelem magamnak. Tudják mit? Legyen rögtön kettő! Hát kemény, igen. Feri, hol éltél eddig? Dobozban? A mai 20 körüli szép lányokat szerinted mi számít? Haver, Porsche, kulcsa, minden szombaton, más sajt visz haza. Ez alak küldte nekünk. Van egy hallgatónk is. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Csajt vártam. Dávid, hello!
Hello, hello, szia. A lányok érdekes, nem merik bevállalni azt adásban, hogy igen, gyerekek, hát ki mondaná el ezt? Van egy gazdag pali, milliómos, milliárdos, nem szeretem, de a pénze miatt vagyok együtt. Azért azt éljük a férfihoz is. Valamilyen szinten szerintem szégyelli. Te a milliárdos vagy, akinek van ilyen csaja? Nem. Egy gazdag férfi, ahol vagy együtt? Alkalmi kísérő vagyok. Alkalmi kísérő, ez mit jelent? Hát konkrétan lényegében minden. Aha, tehát ugyanaz, mint amit a csajok csinálnak. Ugyanaz, pasiban. Aha. Tehát egy pasi eszkort, lehet így mondani, hogy téged megrendelnek és elvisznek nők magukkal? Ez nem egészen így van, szóval így, én így nem ilyen közvetítő cégnél vagyok. Ez nekem úgy alakult ki, hogy egyik ismerős beajánlott, akkor úgy döntöttem, hogy miért ne, jó móka, és akkor így rajtam maradt ez a dolog. És mennyi pénzt lehet ezzel keresni egy hónapban? Hát attól függ. Nekem például albérletet bérelnek, mondhatni egy ilyen felső kategóriást, akkor nem konkrétan dolgozok, mert nincs értelme neki. Úgyhogy, annyi pénzt keresel vele, amiből meg tudsz élni. Amivel fel tudok tartani, egy igen komoly életünk. Hány ilyen nő van az életedben egyszerre? Hat? Mondjuk hat? Hát ez változó, most per pillanat négy. Négy. És a rendes életre már gondolom nem is tudnál váltani abból a szempontból, hogy elmenni napi 8 órát dolgozni, 150-200 ezer forintot keresni, hát nem is nagyon menne, nem? Hát srácok, én lényegében ezt csináltam. Szóval ezt csináltad, és ebből lett elegebb. Gyárba dolgoztam, most 30 napos hónapból 23 napot dolgozott, 92.600 forint, most abból tehát nem tudod, semmit csinálni. Tudod, hogy ez milyen. Egy helybe toporogsz, és nem. Hány évesek ezek a nők, az ügyfeleid? Változó, 45-től 60-ig. 45-től 60-ig, és mindent meg kell csinálni, amit kérnek? Tehát ezekkel nem, a nőkkel te együtt is vagy, vagy le is fekszel? Persze. Ez csak arról szól, olyan nincsen egy konkrét kísérő, mert egy-két alkalommal van, egyszer-kétszer meg tudja csinálni az ember, de utána, hogyha nem fekszel le vele, hát nem azért fizetnek konkrétan egy kísérjest. Őket ez csak... Hát ez nyilván azért ezt az ember nem gondolja. Mi az ára ennek? Tehát téged fölhív egy 60 éves nő, hogy szeretne veled eltölteni egy rendezvényen egy estét, utána felmenni a lakásba, és azt kéri, hogy te legyél vele együtt. Ez mennyibe kerül? Vagy ennek mi az ára körülbelül? Ezt nem úgy gondolt, hogy ilyen össze-vissza akárki felhív, szóval ez ilyen kölcsönös szimpátia alapú dolog. Hogy neked ezek a nők egyébként tetszenek? Tehát téged fölhív egy 60 éves nő, akkor te megnézed, hogy tetszik-e, nem, vagy jól néz-e ki? Nem. Ezek nem olyan 60 éves nőre gondoljatok, hogy ülem a magottal, meg mit tudom. Most értem, de most kérdezem, persze, nincs baj 60 éves nőkkel. Ezek az igényesebb 60 éves nők, aki mit tudom, nem dolgozott egész életében, az kinéz 40-nek. Aha. És akkor azt kéri, hogy miket kérnek? Hogy sétálj vele a Margit-szigeten kéz a kézben? Vagy menjetek el moziba? Tehát milyen kéréseket találkozol? Én olyan nőkhöz járok, akinek van férje, de viszont, hogy mondjam, így nagyon megromlott a kapcsolatuk, meg üzletember, szóval ilyen tehetősebb üzletember utazik, soha nincs otthon, meg két havonta egyszer hazajön egy fél napra, akkor körülbelül ennyi. És akkor minden, hát most menjünk el bevásárolni, akkor ide-oda nyaralni, stb. Utazni ide-oda, amiről ugye ti is beszéltetek. Tehát te nyaralsz is komoly ezekkel a nőkkel? Persze. Elvisznek téged, kifizetik a nyaralást, és elmész velük egy hétre, nem tudom, Görögországba, vagy valahova? Persze, akár Görögországba, akár Egyesült Államokba, akárhova. Hol voltál eddig, ahova valószínűleg soha nem jutottál volna el? Egyesült Államokba. Oda is egy nő vitt el? Igen. Meddig tartott az utazás? Hát egy ilyen 3,5 hét. 3,5 héten keresztül. Az igen. Aha. Az igen. Figyelj, egy 40-es, viszonylag jókarban lévő, mérsékelten szórakoztató, egyébként nős, egy gyermekes családapának milyen esélyei lehetnek, aki tudja, hogy honnan jött? Ha esetleg valami történik a rádióban.
Ja, mi beszélhetünk erről, egy ajándékcsomagébe tudlak téged is vezetni a szakmába. Lelkileg a pénz, ugye a témák mozgató rúgója tulajdonképpen ez, ezért kérdezem, hogy mennyire éget ez ki? Kárpótol az a pénz, amit te megkeresel, vagy azért lelkileg ebbe az ember kicsit tönkre megy? Kiég? Nyilván nem is biztos, hogy ezt fölismered, ahhoz az kell nélkül ismered. Aki úgy csinálja, az szerintem biztos, hogy tönkre megy, de én mondom, hogy nem úgy. Szóval most nekem mond egy példát, akármit mondjuk, hogy csinálják meg, én nem csinálom meg. De kitartott meg. Vagy tulajdonképpen. Tehát abból élsz, hogy téged kitartanak gazdag, tehetős, idősebb nők, nem? Hát azért ez nyilván így egy pasinak van, lelkileg. Engem nem tesztek be. Én alapból is egy ilyen bika kategória vagyok, szóval járok mindenhova. Ez is tényleg nálam. Úgyhogy lényegében nem. Meg jobban az életszínvonal. Én úgy vagyok vele, hogy én bevállalom ezt azért, hogy ne kelljen dolgoznom, meg egy olyan életszínvonalat tudjak fenntartani. Tehát inkább a pénz. Amiben most vagyok, igen, egy élete van az embernek most. Nekem se volt az élettőlem, hogy 90 000 forint, megrohadjak a gyárba. Léptem, nem akartam egy helybe lenni. Nézd, mindenki úgy keresi meg a boldogságát, meg a pénzét, ahogy mi nem ítélkezünk. Kíváncsiságból kérdezek egyébként, abszolút érdekelnek ezek mondjuk az élettörténetek. Mondjuk itt azért okosnak kell lenni, mert egy idő után azért elmegy a vonat, tehát te is öregszel. Nyilván, hogyha nem spórolgatsz, meg nem raksz félre, meg ilyesmi, nyilván ezután... Hány éves vagy, Dávid? 24. Hát akkor még. Mert a kuncsafjaid nem jelentenek be biztos. Akkor még ezek van idő. Alkalmi munkavállalóival. Tényleg a tévét fizeted magad után, vagy a dekód, vagy... Jó, érdekes. Hát nem ítélkezünk, nehogy félreérts, abszolút nem. Hát, nem, úgyhogy akár ez női kategória, mert ismerek ilyen nőket is, akik ugyanazt csinálják, mint például, amit beszéltetek, hogy 16 évesen beiskoláztatás, stb. És ismerek ilyen nőket is, akik így vannak. És érdekes módon a nők valamiért ezt szégyelik, nem merik fölvállalni. Köszi, hogy elmondtad. Szívesen. Köszönöm, sziasztok. Ciao, köszi, Dávid. Hello. Ez ilyen érdekes élettörténetek vannak, nem? Mi lesz, ha jön a szerelem az ő életében? Vagy mi lesz, ha kiszúrja magának Donatella Versace? Vagy Geronazzo Mária? 4 perc, a pontosan 9 óra, 3-as ugrásra lehet jelentkezni, már csak a hírek után, mert nagyon szigorúak vagyunk, jelentkezettek a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Kész vagy, Jim? 9 óra után vagyunk, 10 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis depes mód után, ezzel nem volt baj, nem én voltam. Ezzel semmi. De nem volt baj, ez egy nagyon jó kis depes mód, igen. Volt, az egérú teljes K.O. tudunk-e okot, kérdezi Máté. Hát egyelőre nem. Azt látjuk, hogy áll az M0-as az M5-ös lehajtótól gyálig, az M1-es felé, de az Egér úti balesetről nem tudunk semmit, vagy miért áll az Egér út. A pályáig áll a sor, Brigi küldte nekünk. Trafi van az M1-es 87-es kilométerénél Pest felé, ezt Robika küldte nekünk, valamint Pilis-Szent Iván elágazásánál baleset, a 10-es út mindkét irányba torlódik. Viszont akik a 10-es úton vannak, írjanak, hogy milyen a körforgalom, mert elvéleg kikapcsolták a lámpát, és ugyan szűkített sávon, de halad már a forgalom. Reggel jöttek SMS-ek, hogy kiváló a 10-es út. Azóta lehet, hogy már beállt. Így van. A biztonság kedvéért Balázs nem egyszerűen elvágta a kábeleket, hanem kivágott belőle egy 70 centis darabot. Bizonyám. Ott már nem lesz újra lámpa, csak a körforgalom. Azt nézem, hogy ha látok valamit az Egér úttal kapcsolatban, írjátok már meg nekünk, hogy tudjunk segíteni. Jó, mert nincsen infom. Kerepesi úton az Árkád után Cinkota felé megint áll a háromlábú. K. Pál küldte nekünk, Egerben a Mátyás király úton fotóznak, Dani küldte, és Sajó Szentpéteri temetőnél szintén van egy trafi, ezt Gőte üzente nekünk. Köszönjük szépen. És nagyon sokan kérdezitek, igen, igaz a hír, pénteken 6 óra 30-tól 11 óra véradás lesz az ülő 102 alatt. Igen, jól tudjátok. És természetesen várunk benneteket szeretettel. Köszönjük szépen. Béradás egyébként tényleg gyertek. Na, elmaradt a játékunk, úgyhogy játszunk. 3-as ugrást, már is a játékosunkkal. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Felkészültem, neki futok. Nagyon helyes. Tamás, hello, honnan hívtál minket? Sziasztok, Angyalföldről. Angyalföldről, mit csinálsz ott? Hát most per pillanat a szabadságom első napját töltöm. No. Egyébként programozóként dolgozom. Egy-hét szabi, 2 hét mennyi? Hát most csak egy pár nap körbe tekerjük a Balcsit. Az jó. Szangával.
Jaj, pont most olvastam egy nagy cikket a Balatont megkerülő vagy körbe épített bicikli útjáról, a Bringa útról, hogy van, ahol egészen kiváló, valakik végigmentek rajta valamelyik internetes portálon, és elolvastam, hát nem egy szívderítő olvasmány, hogy milyen állapotban van az a Bringa út. Vannak egészen jó részek, de hogy van, ahol nem tudod, hogy hol van, útra terelnek, nem találsz vissza. Szóval, hogy ez még azért nem annyira flott. Gyorsan egy személyes tapasztalatot, ha megengedtek, már harmadszorra tekerjük körbe, és hát én nem vittem volna, hogy ez ilyen jó. Tehát én összesen 2 kilométer emlékszem, ahol nincsen, és Badacson környéke volt az egyetlen, ahol egy kicsit eltévedtünk. Aha. Igen, a cikkírói is az északi partot mondták, hogy ott azért elég sok a bonyodalom. Igen, hát igen. Nyilván mindenki máshogy értékeli, a kicsit útra hajtják, lehajtják, de ők elég sok bajt írtak ezzel. De ha jó, akkor annak örülünk. Nekem beválik. Maga az élmény meg nagyon jó. Te kérsz a körbe. Kize. Az így van. Ha jó helyen tudsz menni. Mennyi idő alatt mentek körbe? Hát 4 napra elosztjuk, és akkor ilyen lájtosan azért egy ebben a partozási is, egy kis evésívás, tehát nem... Mert egyébként ez egy napos történet. Hát maximum, igen. Olyat is hallottam, hogy valaki 5-6 óra alatt körbe tekeri, de... Bizonyán most lefutották a 220 kilométert a győztes, 220 kilométert azt hiszem 18 óra 30 perc alatt futott le. Ura, atyám. 18 óra 30 perc, 200. Aludni nem tudok annyit együttuzamban. Ultrabaratonon, igen. És 4-5 nap alatt mentek körbe? Hát igen, hát igen. Ez kellemes. Azért igen. Tehát nyugodtan meg tudjunk állni, strandolni egy kicsit, akármi. Ez jól hangzik. Gyerekek is vannak, vagy ők még nem bírják ezt a nagy túrát? Nem, nincsenek. Tavaly volt egy haverom, aki szeretett volna ilyet csinálni. A következővel küzdesz még a Bringa úton kívül. Egy napra nem tudsz nyáron szállást kérni. Tényleg? De nem adja ki. Azt mondja, hogy nem éri nem meg. Mondom, van ellenpélda is, de az én haverom, aki megpróbálta megcsinálni, ők is így mentek volna, hogy ilyen 40-50 kilométer naponta, és mondta, hogy próbáltak szállást kerít, és mindenhol az volt, hogy ne haragudjanak főszezon, én péntek este nem adom ki egy napra a szobát. Aha, mert hogy őt nem éri meg. Kempingezni kell. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem is már. Semmi extra. Így szól az első kérdés. Milyen nemzetiségű előadó nyerte az idei Eurovíziós dalversenyt? Most mi a baj? Bulvár. Ja, ne haragudj, lesz mindjárt szép irodalom is, és történelem, illetve művészet történet, bocsánat. Cserélem a harmadik kérdést. Milyen nemzetiségű? Előadó, aha. Nyerte. Hát mi a neve? Attól függ. Na jó. Ez nagyon nem. Mans Zelmar Löw, ez a neve. Jó, hát ebből se tudtam volna, úgyhogy... Hát ebből már azért lehet következtetni. Svéd. Nem igaz. Így van. De nem igaz, hogy nem hallottál róla semmit. Hát, ha hallottam, de annyira nem nincs benne az érdeklődési körömbe. Hát tudod, beáll a kapuba is svéd. Nem? Hát láttam. Na jó, hát nem. Ennyi. Jó, Bali, egy jó szó vitt az bármikor. Ugye? Hát figyelj, egy jó pómorért, igen. Csak bárcsak jó lett volna. Na jó, hát ez rövid volt, Tamás. Sajnos. De köszönöm a lehetőséget. Minek örültél volna? Milyen kérdésre körültél volna? Hát most ki fogsz rövni, de valami tudományos jellegűnek, ami bonyolult, de tudom. Tehát ez nagyon fontos. Igen, ezt így szokták játszani a játékot, mindenki annak örül, amit tud. Ugye? Igen, tudományos, igen. Bonyolult, én írom a kérdéseket. Ja, tényleg. Tudod, hát most érted. Igen? Igen. Tehát valami tudományosnak és nehéznek? Igen, de olyannak, amit tudok is, ez fontos. Igen. Uh-huh. Tehát az lett volna a kérdés, hogy... Tehát az lett volna a kérdés, hogy mesélj a Schrödinger macskája a gondolatkísérletről, akkor azt el tudtad volna mondani, mi persze, az? Persze. Igen? A Schrödinger macskája az arról szól, ugye, hogy ez egy elmélet, ez egy gondolatkísérlet. Igen. Ez egy kedvenc gondolatkísérletem. Igen, tehát van egy doboz, amiben van egy macska. Így van. És ha kinyitod a dobozt, akkor ugyanannyi eséllyel hal meg, mint amennyivel életben marad. Ezt úgy is fogalmazzák, vagy úgy fogalmazták meg, hogy ugyanannyi eséllyel hal meg, vagy meghal, vagy megél, bocsánat, így van pontosan a megfogalmazás. Ez a kvantumelméletnek a, hát nem azt mondom, hogy alapja, de... Én odaadnám az ajándékcsomagot. Én most odaadnám. Egyébként olvassátok el, nagyon izgalmas tényleg. Arról szól, hogy kicsi kiegészítés, hogy beraksz egy... Ki ez a Szödliget macska? A Szödliget macskája. Nem, ez Gerhard Schröder macskája. Feri, miért nem figyelsz? Ez egy gondolatkísérlet, Schrödinger macskája, ami arról szól, hogy beraksz egy dobozt, és a macska mellé raksz egy méregfiolát. És ez a kvantummechanikáról szól, hogy a macska adott pillanatban még él, de az adott pillanatban már meghalt, és a kinyitás pillanatában még egyszerre két valóság létezik, és a két valóság a kinyitás pillanatában találkozik. Ez egy nagyon érdekes. Kísérlet egyébként, ez egy gondolatkísérlet.
arról szól a történet, hogy akkor veszi fel a kvantum az adott állapotát, amikor te azt megvizsgálod. Így van, addig több állapot is létezik. De kár, hogy nem ez volt a kérdés. Látod? És egy ilyen bulváros Eurovízióval szűrtek ki a szemedet. Hát nem minden jó dolgokat tudsz fejlődni. Az első akadályt vetted, de most jön a második. Aleska Diamonddal kapcsolatot szeretnénk. Milyen sportot tűz? Kívülről tudom az életművét. Na, igen? Jó. Vicceltem, nem. Köszi a játékot. Tetszett egy mozifilmbe. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Ciao. Szia. Hello, Tamás. Köszi, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Érdekes ez a gondolatkísérlet, olvassátok el. Tényleg, tényleg jó egyébként. Én már olvastam, de nem tette fel az érdeklődést. Fingod nem volt, mit olvastam. Macska, macska, de semmi, semmi közöd nem volt el. Macskák érdeklik. A lőrinci macskák, persze. Nem? De hát a sajátok főleg. Hát van macskád, igen. Koherens. Hogy? Igen. A film címe. Igen, amit fél éve ajánlasz már, most már tök jó, hogy mégre meg is nézted. Nézzétek meg. Na, a igen? Koherens című filmet. Ufós? Nem. Ufókos? Ufósos. Te prosztó vagy. Ufósos. Ufókos. Akkor. Koherens. Két filmet ajánlok hétvégére. Bár még csak szerda van. Igen. Coherence. Ja, de én meg a koherens. Új kígyóson, Coherence. Coherence meg a koherens, ez a kettő. A másik pedig az időhurok. Ez a kettő. Idő. Ez a házófeladat. Nézzétek meg. Ja. Mind a kettőt. Egyszerre. És beszélgessünk róla utána. Idő, ne, két ne, film. Ajánlottam már, de most ezt ajánlom újra, hát ha valaki nem hallotta. Nézd meg az egyiket, én meg a másikat, aztán majd megdumáljuk megszólalás előtt, és akkor még egy megnézted volna az, de az a jegy, mi nem fog érteni. Időhurok, töltsétek le, koherens. Coherence, ez a másik. Időhurok. Na, mondtad, hogy olvastál valamit a napi bulvárlapban, és akarsz róla kicsit beszélni? Hát, de majd a révai lexikonban már. Hogy olvastad volna? Mi az, hogy lexikon? Úgy kígyósan, figyelj, meg a Békés megyei hírlap. Mit olvastál, Klotyom? Sokáig nem szoktam fölötte ülni az a ti reszortotok. Sokáig én nem tudtam, hogy a járdánál, vagy az úttest szélén mik azok a helyezett betonlapok, ami ilyen kis bütykös az egész, és utána pedig ez folytatódik egy sávban, ahol viszont párhuzamos csíkok haladnak. Na most erre rájöttem az újságcikkből, hogy ez úgy hívják, hogy vakvezető sáv, tehát oda visz téged a gyalogátkelő helyhez, ha gyengénlátó vagy, vagy látássérült, és átvisz, és hogyha a másik oldalon odaért, akkor valahova elvisz ez a bizonyos sáv téged, mert ugye könnyen lehet követni, megérzik. A következő helyzet, Csepelen is építettek egy ilyet, segítvén azokat, akik ugye nem látnak, vakokat. Egyetlen egy probléma van, hogyha te ezt látássérültként elkezdeted követni, akkor egyenesen nekivezet a csepeli STK falának. Ne. Ezt én nem olvastam. Esküszöm. Tehát átmész az ebrán. Nem hiszem el. És utána beakasztod, nem tudom, hogy működik, valószínűleg úgy működik, hogy a fehér botodat te beteszed ebbe a résbe, és akkor az téged visz, ugye vezeti a botot. Aha. Igen, ám, de egyszer csak, ha nem vagy résen, akkor kérlek szépen egy emléktábla alatt mutatom, ér be ez a vakvezető sáv közvetlenül a falhoz ér, és az emléktábla kampójára a fejed magasságában nem, van. Nem hiszem el, hogy én gyerekek, már semmi nem csodálkozom, hogy ebben az országban mi történik, ahogy szoktam volt mondani, ebben az országban már bármi. Megtörténhet, de hogy valaki megépíti ezt, és valaki pedig ezt átveszi, és áll az építető, az építő, a kivitelező, és az, aki megrendelte. És ott állnak a végén, neki vezet egyébként az a koronász falának, és egymás kezébe csapna, és azt mondja, jó munkát. Na, aha, de hogy itt mi történt? Utána. Elfogytak ezek a kis bütykös vat. Nézd már, elfogyott ez a rakkeresztbe kettőt, aztán végeztünk, menjünk már. Szóval, rak már, minden nem arra visz az út, rak már. Lerakták, neki vezetik a vakokat a falnak. Így van. Neki a falnak, tehát ők tulajdonképpen jót akartak, segíteni akartak, és egy darabig ez segítség is, csak a végénél van. Aha. Probléma. Megkérdezték egyébként a Vakok és Gyengéllátók Szövetségének elnökét, aki elmondta, hogy tényleg gyönyörű a kezdeményezés, nagyon jó, de hogy valamit csináljanak a végével, mert itt úgy fogják lefejelni szegények a csepeli STK falát, ami egyébként márványból van, hogy öröm lesz nézni. De mi lett volna a cél? Tehát lehet, hogy ott megálljanak. Vagy a bejárathoz kellett volna, hogy vezessen csak Sanyi és Józsi ezt az építésnél kicsit elnézte, itt a két kőbányait, és azt mondta, hogy jó lesz az, hogy 20 méterrel arrébb menj, de jó lesz? Ők nem tudták. Vagy tehát ez valaki átvette, hát, vagy elfogadta? Láttam a képet. Bejárat sehol nincs a környéken. Tehát itt valószínűleg az, hogy átkelsz, elmész,
bemész a falig, és akkor utána tudod, hogy merre kell menni, akkor bejutsz az épületbe. Az STK-ban. Igen. És ott össze is varják a fejedet gyorsan. És akkor ott azt meg is csinálják. Rögtön kezelik is. Nem tudom, hogy a cél egyáltalán az volt, hogy te bejuss az STK-ba. Igen, kérdés, hogy mi volt a cél? Hát lehet, hogy csak az, hogy juss el az STK-ig. Igen, és utána ott old meg saját kezüleg. Vagy és van bármi az épületen? Egy térkép, bármi, amit le tudsz tapogatni? Tehát raktak oda legalább egy nyilat? Kossuth Lajos emléktáblája van, azt le tudod tapogatni, mert dombormű van rajta Kossuthon. Aha, csak ne az arcoddal kell letapogatni. Hát ahhoz magasan van, viszont a koszorút tartó kis pöcköket az fejmagasságba helyezték el. Uh-huh. Tehát nincs egy kézzel letapogatható alaprajz tényleg, hogy menjen balra, menjen jobbra, semmi. Tehát, hogy te ott neki mész a falnak, majd próbál segítséget kérni. Szegények, úristen. Azért úgy azért ez nagyon kemény. Valahogy én a kivitelező helyében lennék, jó, én egy tanulatlan sútyó vagyok. De ne ostorod magad, még ha így is van. De hát majd mondod, jó, te. Oké, most tényleg nem akartam, egy picit így felül is kalibráltam magam, úgy érzem, de hogy én, ha kivitelező lennék, én biztos, hogy azért megeresztenék egy-két telefont, vagy esetleg dumálnék olyanokkal, akik érintve vannak ebben az ügyben, és esetleg tudnának nekem tanácsokat adni, hogy merre, meddig, hány méter, ahogy szokták mondani. Nem, tehát hogy tök jó lett volna, hogyha valakivel egyeztet. De miről kellene egyeztetni, hogy falnak vezessene az út, vagy ne? Vagy, tehát, hogy milyen egyeztetéssel gondolsz, hogy kell-e az az út, vagy nem? Tehát, hogy mi az egyeztetés tárgya, vagy lényege? Hogy jó-e az, ha falnak megy az út? Figyelj, igen, jó. Nem jó, ha falnak megy. Tehát, hogy miről kellett volna egyeztetni? Például arról, hogy hova vezet egyáltalán ez az út. Építünk önöknek egy utat. Jaj, nagyon szépen köszönjük. És hol vezet ez az út? Egy falnak. Hát az STK falának. Az STK falának. Kb. Már ebből is kiderült volna, hogy ez nem köszönjük szépen, nem, lehet, mi nem élnénk most a lehetőséggel. Mert valahonnan, valahova ennek az útnak vezetnie kell. Valahogy véget kell érnie, és nem így kell véget érnie. Nem tudom, hogy egyébként funkciójában ez hogy működik. Tehát, hogy ez elkezdődhet bárhol, az a lényeg, hogy eljuss az Ebráig. És ennek nem kell elvezetnie az STK-ba a bejárathoz. De akkor is hibás a gondolkodás, mert ha nem figyelsz, tehát ha csak lábbal mész ezen a vackon, azt ugye lehet érezni. Igen. Ha mondjuk nem nyitott ki a fehér botodat, a látássérült botodat, a lábbal érzed, akkor lefejed. Mondjuk az talán nem életszerű. Az nem életszerű, de mit én csak gyengén. De mi a másik végpontja? A zebra. De nem lehet akkor, hogy oda kell állni a falhoz, és a faltól mész a zebra fele? Aha, tehát hogy a kiindulási pont tehát, a rossz. Tehát, hogy ez egy irányú út, ha írja egy hallgató, ez nem saját ötlet, tehát hogy egy irányú az út, de hogy rosszul gondolkodunk. Aha. Tehát az STK-ból kimész, tudod, hogy hol van az út, hátad mögött van a fal. Aha. Akkor ez elvezet az Ebráig. És elvezet az Ebráig. Rosszul gondolkodunk. Zsenikus. Tehát amiről mi rosszul azt gondoljuk, hogy a cél, az valójában az a raj. Az a start. Igen. És onnan indulnak szegénykéim, és ők próbálnak eljutni effektíve a lámpáig. És az kiválóan odaér a lámpáig, csak egyirányú a közlekedés. Nem lenne rossz gondolatmenet, csak ha a képet megnézzük, azért itt még bőven el lehet fordulni balra is, hogyha valaki az STK falának tart, tehát hogy azért még lenne ott egy lehetőség. Csak hát úgy látszik, hogy nem volt, hibázott a kő. Meg az például honnan fogja tudni a vakember vagy a gyengéllátó, hogyha átjön a zebrán és ráakad erre a vezetősávra, akkor ő ne álljon bele, mert falnak fog menni. Hát tehát honnan, nyilván ez az egyirányú út felvetés is azért a humor kategóriába tartozik. Tehát azért igen, nincs valaki, aki elmondja nekik, hogy ne menj arra. Csak a hallgató felvetett, hogy ha már ilyen szörnyű ez a valóság, akkor próbálj meg úgy tekerni rajta, hogy mégis adjunk ennek a dolognak valami értelmet. Egyirányú az út, és a lámpáik kell, hogy eljussanak. És... a hátuk mögött a fallal. Aha. Tehát egyirányú az út. Ez az nem lehet, hogy mondjuk egy átvezetett mondjuk így a zebrán, és akkor ott véget kellett volna, hogy érjen, és valójában csak azért raktak le még pár ilyen követ, hogy ne kelljen visszavinni a telepre. Kérdés, igen, egyébként ez eddig kell, én vissza nem viszem, ha már itt vagyunk, lerakjuk. Hol csúszhat egy ilyen el? Azt mondja a megrendelő, nézzük meg ezt, hogy zajlik a mai magyar valóságon. Építsünk nekik egy utat. Jó. Ő megrendeli ezt az utat, és elrontja a kivitelező. Vagy a megrendelő rendelte meg rosszul, és a kivitelező csinálta meg jól. Hát a kivitelező, érted? Tehát, valaki ezt elment átvett, és azt mondta, készen van, átadtuk, igen, lehet rajta menni. Tehát valaki nem törvényszerűen rendelte meg, vagy hát nem volt a kivitelezés. Hol csúszott ez el? Hát szerintem az átvétellel mindent meg lehetett volna oldani, hogyha valaki olyan ember veszi át ezt az utat, aki egy picit ért hozzá. Vagy tervezi. Már a tervezésnél, ha ugye úgy tervezed meg, ahogy kell, akkor a kivitelező, ha a terv szerint halad, tehát ő a kivitelezőt valószínűleg a terv szerint itt csinálta meg. De jót meg. Akartak a kivitelezők. Mindig azt mondják nekünk, hogy kisporoljuk belőle az anyagot, most rakjunk bele még 3 méternyit.
azt ezért. Tehát ez náluk ez a fajta, az egyeztetésnek a hiánya azért ez felmerül itt ott amúgy. Tehát ugye van ez a biztos emlékeztek rá, van ez a kis szombathelyi kerékpárút, amiben picit belóg egy négy emeletes ház. Ez is most derült ki, és hát amikor ezt így az jelezték. Szombathely, vagy hol van? Igen. Az, ugye? Az ott van, hogy egy kerékpárút belevisz egy négy emeletes. És kimentek, megnézték, és azt mondták, ez volt a vizsgálatnak ez volt az eredmény, tényleg. Nem hazudtak, nem hazudtak a lakók, tényleg itt van. De ugye a négy emeletes ház egy társasház, és ők kitartottak, és mondták, hogy nem adják az ingatlant azért, hogy rajtuk keresztül mehessen egy bicikliút, ezért, mint Kínában egyébként épült egy országút, egy autópálya, és megkerültek egy házat, mert hogy a házlakói nem akarták eladni az ingatlant, és ezért körbeépítették autópályával a házat. Tehát ez lett volna a cél, hogy elbontják az a négy emeletes házat, ők nem adták, és ezért neki vezették a bicikli utat? Így van, mert a földszinti lakók nem egyeztek belőle, hogy egy kicsit lefaragjanak a lakásból. Vagy ott elférjenek a kényel. Külön bejáratot, és a konyhán átmenjenek a biciklisek. Csoklap, jó napot, szép napot, hogy vagyunk? De miért nem tudták megbeszélni a földszinten lakóval, hogy tényleg nyisson egy plusz bejáratot, és valahol a nagyszoba és a hálószoba között legyen egy bringa út, ami átmegy a budinál. Mit kukacoskodnak? Frissítőpontot tudott volna nyitni benne. Tehát megállsz egy szörpide. Frissebb volt a szörf, 100 forint a kulacsa. Tessék, így van. Egy elkész a csirke pörkölt. És nincs egy panziót, koszt, minden szállás, mindent adsz, érted, és az ott még megpihenő bringások azonnal megszállnak a negyedik emelet valamelyik lakásával. Figyelj, elviekben azért egy kerékpáros azon a lefelezett úton elfér. Aha. Tehát mit kell belőle csinálni? Lámpát. Lámpát kell oda tenni. Érted? Megvárja szépen, hogy a szemből jövő elmegy, aztán az kap egy pirosat, ő meg kap egy zöldet, ezt visszajön. Érted? De hogy tényleg, amikor kimentek a szakértők, kimentek a kis dossziek, kiszálltak a hőtjévából, céges autóból, oda mentek a jegyzőkönyvekkel, aljöttek ketten, és akkor azt mondja, hogy igen, szóval a probléma oka, ott egy négy emeletes. Hát, nézd meg ott be! Ott van! Írd be a jegyzőkönyve! Dürgöld meg a szemedet csak egy pillanat erésre! Hallod, még mindig ott van. De akkor törgöd meg még egyszer, de még mindig ott van. Jól hatott, tényleg így lett. Még egy mondat a Csepeli STK-val kapcsolatban. Tudjuk-e, hogy egyébként az STK volt előbb, és nem az út? Ajaj, meg volt az út, és az STK-t ráépítették. Ez nem fontos dolgok. Ott volt az út. Tútoltátok. Tútolták. Jöttek a munkások, ráépítették az STK-t. Mi volt előbb? Egyébként az út folytatódik az STK mögött, csak azt már senki nem nézte meg. És egyenesen, nem tudom, elvisz a Csepeli kikötőbe, a hív megállót, csak ráépítették az STK-t. Hát, vagy rátolták, és akkor az a kérdés, hogy mi volt előbb, az út, vagy a tolás? Igen. Mi volt előbb az út, vagy a tolás? Tehát ráépítették az útra az STK-t. Ezt sem szabad elfelejteni. Vannak itt alternatívák. Nem olyan egyértelmű ez a szomorú magyar valóság, hogy csak úgy hirtelen neki vezetik szegényeket a falnak. Ráhúzták az STK-t. Mi a megoldás? Menjetek az STK mögé, nézzétek meg, hogy folytatódik-e az út, mert ha folytatódik, akkor meg akkor neki a falnak akkor... fal mellett végig, és ahogy vissza akarsz, mehetsz. Hey, és a szegények mehetnek tovább. Így van. Tehát ráépítették az útra az STK-t. Mi a megoldás? Aluljáró. Hát az lőd vagy egyébként. Ne, hát, hogy átüsni az STK-t hosszába ott a rendelőkön. Ah, keresztül osz. Két fotocellás ajtó eleje vége, és akkor keresztül mész. Jó napot ki, vizsgáljanak nyugodtan tovább csak. Szegények, így se könnyű nekik, én azt gondolom. Szóval, hogy azért Budapest sajnos nem arról híres, hogy megkönnyíti a vakoknak, a gyengéllátóknak, a kerekesszékeknek a közlekedését, a haladását. Hál' Isten azért minden sarkon áll egy olyan ember, aki átsegíti őket. Sok bejáratot már azért úgy látom, hogy azért megcsinálják, hogy föl tudjanak menni például a kerekesszékesek. De hogy azért ezek extra nehezítések, szóval, hogy ott tényleg senki nem mondta, hogy gyerekek, így ne adjuk el. Vagy csináljunk már valamit, hogy forduljon el balra az az út, szálljunk még rá 100 000 forintot, és menjen el a bejáratig. Hát azért ezt orvosolni, azért ehhez nem kell egy diploma. Hát meg miért veszik át tényleg, és hogy történt akkor az átvétel? Szerinted jó? Nekem? Azt se tudják. Lehet, hogy azt se tudják, hogy mi az. Menjünk már. Na, mindegy, érdekes. Érdekes ez a dolog, igen. Hát szegényeknek nem könnyű. Csak mondom a Kárásznak, hogy mielőtt posztot ír, egyébként hallgassanak meg a megszólalást. Ja, tényleg. Hogy ha az iménti megszólalásból posztot ír, akkor tessék meghallgatni a megszólalást, hogy mind nevettünk igazából, mielőtt megint valótlan posztokat ír. Kárász, nagyon fáj az élet, Robi. Van egy játékkérdésünk, méghozzá a Harley Fesztivál kapcsolatos. Open Road Fest. Nagyon jó. Ti holnap már mentek? Mi holnap? Ma. Azért mondom, hogy ti már mentek. Már ma.
Ne csináld hát már! Hát ma játszunk. Ma már best of koncert van. Érted? Hát akkor holnap te nem leszel. Nem. Hát figyelj! Én is azt gondolom, mert ugye, nagyon kény, mert ha elkezdenénk játszani 8-kor, mint a gangstájék, érted, az előzenekarunk, azt akkor visszaérsz. De 11, az hajnali 2, mire lejössz a színpadra, ha lebész jönni. Basszus. Ugye? Úgyhogy lehet, hogy elkérdezkedett holnapról. Hála Istennek, mondja a Jani, de... De csak azért, akkor most holnap tényleg csak eleje, közepe, vége sztorik lesznek. Hagyjuk itt egy százast, hogy bedobhast. Hallottam, most tényleg. Na, drága Harry... Harry és Klein. Hát igen. Szóval, drága hallgatók, akik szeretnétek ott lenni a Harry Fesztiválon, gyorsan ragadjatok telefont, jó? És küldjétek el nekünk a jó megoldást, mert ugye a kérdés úgy szól, hogy írjatok meg nekünk legalább 2 darab fellépőt azon előadók közül, akik idén fellépnek a Harley Fesztiválon. Baromira nem nehéz, mert az egyiket elmondtuk. És hát a másik előadóról is már sokat beszéltünk, többek között például velük lehet majd meet and greet-et nyerni pénteken. Így van. A pénteki adásban. Akkor dobtuk az eredeti kérdést, hogy hány rész készült a híres motoros sorozatból a Harley Potterből. A varázsló motorosból. A varázsló motorosból, igen, a varázsló motorosból a Harry Potterből. Jó, tehát legalább 2 darab előadót várunk, hogy kiklépnek föl a Harley Fesztiválon, ami ma indul, és egészen vasárnapig tart. SMS számunk 0-6-645-00-00, ez az SMS számunk, várjuk a jó megoldásokat, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a mai nap legjobb pillanatait. Megkérdeztek hol a nyugdíjasokat, erről beszélgettünk kora reggel, hogy ha újra kezdhetnék, milyen foglalkozást választanának, és egészen érdekes módon ők azt mondták, hogy legszívesebben DJ-k lennének, aztán ugye kiderült, hogy dolgoznának még tévés műsorvezetőként, temetkezési vállalkozóként és zumba edzőként, és arra kértük a mi idősebb hallgatóinkat, hogy ők írják meg nekünk, hogy ők mivel kezdenék újra, és hát volt néhány hallgatók, aki be is telefonált. Be is telefonált, ketten voltak, mind a kettőket nagyon szerettük. Azóta már magunkhoz tértünk. Igen, érdekes beszélgetés volt. Mindkét hölgy egyébként ismerős lehetett, ugye, mert hogy beszéltünk már velük, de hát mindig szórakoztatóak. Az egyik a határvadászunk. Az egyik a mi drága határvadászunk volt, igen. Elfogó vadász. És elmondta, hogy próbálja meg elkapni az illegális határátlépőket. Hát kicsit elkanyarodtunk a témától, de szórakoztató volt. Úgyhogy erről beszélgettünk, valamint egy oldalról, ami egy utazás és randis oldal, és arról szól, hogyha valaki jó csaj, mert csak is kizárólag jó csajok jelentkezhetnek, hát kérdés, hogy ezt kiszűri egyébként, vagy kidönti el, hogy te föltölthetsz magadról képet, vagy nem. És ha megengedik, hogy föltöltöd, ott pedig gazdag milliómos pasik várnak rád, akik elvisznek téged úgy luxusutazásra, hogy cserébe megbeszéljétek, hogy mi lesz. Lehet, hogy semmi. Lehet, én továbbra is tartom az álláspontomat, hogy igen, a szerelem az majd jön. Aha, te persze. Igazán hülye milliómos lennél, Feri, már ne is haragudj. Gyere el, aranyom, csak sétálj velem. Én nem kérek szexet, semmit nem kell csinálni. Elviszlek Bora Borára, de sétálunk nagyokat, és aztán nagyokat beszélgetünk. Este madzsongozunk, és marokkozunk. Egy nyilván. És beszélgessünk Karádi Kataléról. Szóval erről... Na milyen lenne? A vég. És aztán összeszerelmesek. Erről az oldalról beszélgettünk, és arról, hogy mi a véleményünk azon nőkről, akik inkább a pénzt, az egzisztenciát választják, mint sem az őszinte szerelmet. Feri szerint mit is mondtál? De nem figyeltem, nem volt fontos. Tudom, ez így volt az egész egy óra. Éreztem is a Jani hiányát, mert rá néha legalább szoktál, rá se sűrűn, de azért néha neki odafigyelsz, majd meghallgatjuk a best of-ban. Bár köszönöm. Szerintem szóltál Annának, hogy azt vágja ki. Na, nem vagy benne. Ferivel erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 9 perc múlva pontosan, 10 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kapjuk a neveket, hogy ebben a témában kiket hívhattunk volna fel, de hát természetesen ezt nem tesszük meg. Mindenkinek a fantáziájára bízzuk, hogy kire gondoltunk, vagy kivel beszéltünk, de továbbra sem elítélendő. Ez a dolog, gyerekek, hát mindenki úgy boldogul, nem? Ahogy úgy keresi a boldogságot, és annak az árán, ami neki belefér. Szóval, hogy elítélni nem lehet senkit. Hát nem követnek el bűnt,
Nem, látom, hogy olyan nagyon jó lenne nekik. Én csak ennyit mondok, tehát ha ő ezt vállalja, akkor csinálj. Na, megmutatok egy-két Facebook, meg Instagram oldalán. Igen? Ott látszik? Ott látszik, ott látszik, hogy azért nekik nem olyan, hogy nekik nem olyan rossz. Na, hívjuk először a Harley Fesztivál nyertesét. Ugyanis volt egy kérdésünk, ugye, aki, ha helyesen válaszol erre valaki, akkor nyert kettő darab jegyet. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Szia. Az bizony, hello, jó reggelt, nem írtad alá, szia. Jó reggelt, sziasztok, András vagyok. András, egy picit tudsz hangosabban beszélni, András? Igen. Halló, volt egy kérdésünk, hogy kettő előadót kellett nekünk elküldeni SMS-ben, akik fellépnek az idei Harley Fesztiválon. Igen. És írtam, hogy a gangstagol, hogy a desktop-val kezdtem természetesen. De jó vagy. Hát hogy a fenébe. És igen, gangsta, Európot majdnem is felejtettem. Hú, de zavarba vagyok. És Anna is, Anna de Barbie. Így van, jó, nem is kell tovább sorolni. Köszönöm szépen. Ne is mond tovább, van két belépőjed a Harley Fesztiválra. Hogy megjött a hangod? Kivel mész? Az jó. Hát, nem is tudom. A fiamat vinném, és valószínűleg vele is fogok menni. Hány éves? Négy. Négy. Na, hát neki ez nagy élmény lesz. Motorok, koncertek imádni. Motorhedet, hallgat és ilyesmi. Imádni fogja. Jól van. Köszi. Én köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Fú. Srácok, nagyon szuperek vagytok. Köszönjük, drága, hogy mondjuk, hogy hol tudod átvenni egyeket, hogy tudsz bejutni. Jó, köszi, András. Szuper, köszönöm, sziasztok. Szia. Örültünk, hogy így örülsz. Hello, hello, hello. Azt hittem, hogy bemondja a végén, hogy akkor keres egy társat. Van két jegye, és akkor, hogy csinos hölgyek elkezhetnek. Csabi, fél évnél régebbiek a tetkóid? Egy kicsivel csak. Na jó, van, akkor pénteken adhatsz vért. 6 óra 30-tól 11 óráig az ülő 502 alatt hozzál tajkártyát és fényképes igazolványt, kösz. Értettem, és folyamatosan adjam. Tehát 6.30-tól 11-ig folyamatosan végig. Adjam. Jó. A többi mehet felvételről, ahogy szoktad. Jó nap, hallgatója. Ha fütté csak a volt. Nekem mondja, hogy mond nincs. Ha nem csinálja ezt, akkor... Jó. Nincs jó? Úristen! Mekkora Mákus Mária, bár húztal a kiadásból. Rajta volt a kezel a gombol. Rajta volt a kezel, igen. Hello! A kurva. Miért nem nyomtad ki? Nyomatékosan megkérjük hallgatóinkat, hogy tartózkodjanak a ronda szavak ki a mondásadó. Élőadásban nagyon szépen köszönjük, közérdekű közleményt hallottak. Hogy hívnak, nem írtad alá? Matyi vagyok, sziasztok. Matyi, hello Matyi. Hatalmas mákod van, Balázs tudná, hogy mely gomb mi? Csiripelj csak, kicsirigó, csiripelj csak. Nem sokáig csiripelsz. Matyi, írtál nekünk SMS-t, ugye megnyitották az ürömi körforgalmat, nagyon sok hallgatónktól kaptunk köszönő SMS-t, hogy hát azért segítettünk ebben, próbáltuk egy kicsit évek alatt magunkévá tenni a körforgalmat. Ez ma úgy néz ki, hogy megnyitásra került, aztán volt egy baleset, tehát viszonylag hosszabb volt a dugó, de állítólag már próba üzemben működik, és kaptunk visszajelzéseket, hogy tényleg klassz, jól lehet haladni. Köszönjétek szépen. De annyit nagyon írtál... szuper. Közöm nincs hozzá, de én is köszönöm. Igen, nem is arra laksz, és nem is arra jársz? Nem, abszolút nem. Engem. Nagyon szellemes volt, amit írtál, csak annyit írtál, hogy csak vasárnap ne legyen zárva a körforgalom. Szerettük az SMS-t, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Nagyon szépen köszöntöm. Köszi szépen. Régóta szerettél volna már lenni, vagy ez volt az első SMS-ed, ami betalált? Őszintén? Igen. Ez volt az első. Ez volt az első. Régóta hallgatsz minket? Hallgatlak persze minden reggel. Na oké. Okay. Köszi, Matyi, küldjük neked. Én köszöntöm, köszi. Ciao. Hello. Na, Csabi, most már tudunk beszélgetni. Mi újság? Minden rendben van. Elindul ugye a fesztivál, ahol ma fellépnek a Feriék, és amire ti jegyet adtatok, és ehhez kapcsolódóan szeretném felvezetni a kérdésedre a választ, mert hogy annak idején, amikor mi elkezdtünk zenéket hallgatni, például Europot, meg nem tudom, a 80-as években, akkor valahogy olyan telített volt minden. Tehát elindult, beszállt mindenki, és onnantól kezdve se a dobos, se az énekes, se a billentyű, senki nem állt ki. És aztán ez így ment. És a mai slágerek viszont ehhez képest olyanok, mint hogyha, na majd mindjárt beindul. Na most fog majd beindulni, és amit most fogok ajánlani, az egy tök érdekes dal, mert hogy kétszer van benne olyan refrén, amikor úgy minden egyszerre szól.
És az a két refrén viszont bőven elég ahhoz, hogy ez a dal, ez egy ilyen világslágeré nője ki magát. Ez a Kígó és a Konrádnak a közös dala. A Kígó és Konrád. Kígó? Kígó, ő egy norvég DJ. Ó, de jó. A Konrád viszont egy ausztrál énekes, és ők így interneten keresztül közösen írták ezt a dalt. Nem csúszik nekik internet. Kígó? Kígó? Megy nekik. Megmondjam az eredeti nevét? Kígó, elég nekünk nem ezt megjegyezni. Mérges Kígó. Apa! Kire apa, ott egy mérges Kígó! Később, gyere el a teráriumtól, százszor megmondtam, hogy ne nyújkálj abba a rohadt teráriumban, mert úgy megverlek, mint anyádat tegnap este. Apa, ne... megeszi a szöcsöket! Gyere el onnan, te büdös kölök, egyébként is WC-m voltál, nem mostál kezed. És ti meritek kritizálni Sas Jóskát, akik a nevekkel viccelődtök. A mikroszkóp színpad büszke lenne egy ilyen előadást. Azért a Defekt Duó helyett mi azért ott bőven fölléphetnénk, csak mondom. Hát, meg ott elveszik egy szövegkény, meghal az előadás, az impróban nem olyan jó. Igen, Ádám és Eva azért a kanyarban nincs hozzánk képest. A konfiaimnál használhatom ezt a felvételt, amit most rögzítettünk? Hogy ne használhatom. Hogy nem. Kígó. Kígó. Na jó van. Pénteken véradás, ezt ne felejtsétek el, holnap Feri nincs, jó? Ha ma este látjátok a Harley, legyetek kegyesek vele és lépjetek át rajta. Nem kell. Húzzátok árnyékba, ha éjszaka van, vigyétek egy sátorba. Ha megint lesz jéges, hogy takarjátok le valamivel. Egy jóféle bőrkabáttal, vagy nőbőrrel abolott sok lesz. Irigykedtek, mi, hogy nem engednek el benneteket. Ha úgy látjátok, hogy ki van száradat, tegyetek rá vizes lepedőt, és rakjatok slagot a szájába, jó? És szóljatok a Greenpeace-nek, hogy húzza vissza a vízbe. És amikor negyedszerre kezdenek vele a Born to be Wild-ba, akkor is szóljatok, jó, hogy ez már volt háromszor. Hát sose szoktunk még egyszerre játszani, örülünk, ha egyszer túl vagyunk rajta. Ma mi a húzódal a pocsájában? Nagyon szeretik. Igen? Ó, nagyon imádják. Nekes Szilárd? Persze, még mindig nem rúgtuk ki. Még nem rúgatta ki magát? Csak búza? Mert ővé az én. Ő meg mindig velünk van, tudod? A Sanyi, és őt ismerik, sokan tud hozni italt. Sanyi, billentyűs, ugye? A Sanyi a csapatban. Ő az a srác, aki mindig egy feltartott kézzel tud egyébként bármit játszani, mert nagyon komoly a memóriája. Úgy is tud, hogy zárja, hogy mind a kettőt fölemelé már, úgy is tud. Igen, négyes gomb, G-sági. Nagyon jó lesz, gyerekek, nagyon jó lesz. Jó van. Este 11. Kaptál szólót? Nagy, mindig kapok. Ja. Lesz mert szóló? Egyébként kirúgom a bandát. Na jó van, Csabi jön a kívánságműsorral 555-55-00. Ne felejtsétek el meghallgatni Kígót, jó? Kígó, Kígó! Kígó! Te büdös gyerek, most úgy megverik. Csabi jön a kívánságműsorral, holnap jövünk Janival. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.